emlékszem, hogy 2009-2010-ben a Tibivel beszéltem, hogy itt valamikor játékosokat fognak fizetni, hogy játszanak. Még ott nem tartunk, de azt mondtam, hogy teljesen meg fog változni a foci Fehérrel, meg Budapesten is, és 4-5 év múlva tényleg. Teljesen jó. Lassan kérjük a Budapest Eagles csapatát, akik majd kezdeni fogják a bevonulást, de természetesen először megvárjuk a játékvezető urakat is, akik hamarosan ki fognak érkezni. Ők egyébként heten vannak, és majd be is fogom mutatni őket, semmiképp sem gonoszok, ettől nem kell félni. Azonban egy még ennyire sem gonosz, nagyon kedves embert hadd mutassak be, aki állandó közvetítő társam, ő Barkóczi Dániel. És nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ha sikszót hallanak, akkor nem kezdődött a mérkőzésen, hanem egy erős sprinttel érkeztem ide, és sípolat időm, mert ez legyen az én problémám. Pillanatokon belül kezdetét veszi a mérkőzés, ahogyan Gábor is elmondta, nagyon nagy izgalmakkal várta mindenki már ezt a mai mérkőzést. Ugyebár aki nem annyira lelkes mérkőzés néző, annak azért a tavalyi szezon vég után elég sok idő kimaradt, aki pedig lelkesebb azért az edzőmérkőzések alatt itt volt a csapattal, és azért ők láthatták, hogy hogyan alakulnak itt a dolgok Fehérváron. Pillanatokon belül kezdetét veszi, itt már Fehérváron is ugye megkezdődött a tegnapi nappal, ugye már a Divízió 1, de itt Fehérváron is kezdetét veszi a bajnokság. Na és ahogy megjósoltam, ezek is a játékvezető ura. Szépen, ahogy mondta, be fogom mutatni őket, de megvárjuk őket, hogy kiálljanak, hogy azért méltóképpen tudjuk ünnepelni őket. Reméljük, hogy lesz is rá okunk. Addig, amíg van egy kis szabad időnk ez alatt, a 2 perc 50 másodperc alatt, addig elmondom, hogy a Bluebird Childer csapata, tehát a Fehérvár Entrepreneurs Childer csapata várja minden hölgy jelentkezőt. Kedden és csütörtökön este 6-tól 8-ig tartandó Kodály Zoltán általános iskolában tornateremben, és hát meg is érkezik a játékvezető ura. Zsolt, umpire, Dávidovics László, linesman, Rudnik Tivadar, line judge, Kőrösi János, field judge, Béla István, side judge, Takács Péter Már és back judge, Kátai.
akkor tovább már a budapesti őszt, hogy bevonulásával emelje a hangulatunkat. Megkezdi szereplését a Divízió 1-es bajnokságban a Fehérvár Antonionsz együttese. Jó napot kívánok, tisztelt televíziónézők, illetve azokat is köszöntjük, akik a székesfehérvár.hu-n keresztül követik élőben a találkozót. Samu Miklós vagyok, és Goricsán Márióval együtt fogjuk megnézni, megtekinteni a ma délutáni összecsapást. Pillanatokon belül egyébként érkeznek a csapatok, és ahogy már jól látják, zöld nadrágban, illetve zöld-fehér felsőben érkezik is az ellenfél, vagyis a Budapest Eagles együttese, amely egyéb iránt a pályaválasztója lenne ennek a mai találkozónak, de átadta ezt a jogot a Fehérvár Antonionsnek, így a First Fielden üdvözölhetjük Önöket. És Márióhoz fordulok, akinek a története egészen érdekes és káprázatos, hogyha úgy tetszik, már ami a kötődést illeti az amerikai focihoz. Üdvözöllek a közvetítő állásban, milyen találkozóra számítasz? Mindenképpen egy szoros meccsre iratkoztunk fel ide nézőkkel együtt. Ugyanis az Eagles tavalyi bajnok csapatról van szó, ők is elég sokat változtak, mint a Fehérvár Antonionsz is elég sok változáson ment keresztül. Szerintem az erőviszonyok balancban vannak. Így igaz, egy kimondottan szoros összecsapásra számíthatunk, hiszen ugye a két együttes már azért tört borsot egymás orra alá. Legutóbb egyébként az elmúlt év júniusában találkozott a két együttes a Divízió 1-es bajnokság, illetve a Divízió 2-es bajnokság döntőjében, és akkor budapesti győzelem született. Erről is beszélgetünk majd egy picit ugye bővebben, no de nem sokára érkezik a fő produkció, vagyis a Fehérvár Antonionsz együttese. Élvezzük most egy pillanatra a sót, a bevonulás örömét. Ahogy egyébként az megszokott a mai összecsapáson is, tiszta kékben fog szerepelni majd a Fehérvár Antonionsz együttese, és pillanatokon belül, ahogy ígértem, kezdődik is a bevonulási sója a fehérvári alakulatnak. Nem sokára tehát a pályán, vagyis a First Fielden a fehérvári koronázók. A pályán tehát a Fehérvár Antonionsz, amely a Fehérvár Bluebirds
cheerleadereinek, a tánca közepette, illetve a full zenekarnak az indulóját hallgatva vonult be erős Márk vezényletével a First Fieldre, és most pedig a fogadalom. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak beleborsodott a háta ebbe a fogadalom tételbe. Márióról egyébként tudik, hogy 2009 és 2010 között ő maga is ugye erősítette az Entronen, ezt milyen érzések kavarognak most benned? Hát, mint látszik, a nézők nem fogják látni, de teljesen átéltem ezt a mondókát. És ahogy mondtad, 2009-2010-ben játszottam a csapattal, ahol a körülmények, a nézők még nem voltak ennyire a csapattal, de teljesen szurreális ezt a képet látni előttem. És egy örvendetes ereki átadás. Mohácsi Attila, aki szintén volt játékosa az Egyesületnek, tett egy felajánlást pár héttel ezelőtt, miszerint egyetlen egy gyerekét tartott meg a pályafutása során, amerikai focis pályafutása során. Ez egyébként egy elkapó kesztyű, és ezt ajánlotta most fel Pál Tibor Kornélon keresztül a csapat egyik elkapójának, és majd ezt át is fogja neki természetesen nyújtani. Pillanatokon belül kezdődik tehát az összecsapás csak a rendkedvéért, fehér felsőben, zöld nadrágban majd a Budapest Eagles, amely nem győzöm hangsúlyozni, a pályaválasztója lesz a mai találkozónak, és tiszta kékben pedig a fehérvári koronázók együttese. Ugye mindegyik csapatról tudni kell, és nem csak erre a mostani két csapatra értem, hanem az egész öt csapatra, akik ugye szerepelnek a Divízió 1-ben, hogy nagyon kiélezett küzdelemre lehet számítani, hiszen a sok szakember és szakíró úgy tartja, hogy öt azonos erősségű csapat. Itt most ez a két csapat véleményed szerint milyen találkozót fog játszani, és min múlhat adott esetben a győzelem? Kezdenék akkor az Entronerzzel. Szerintem kevés olyan csapat van Magyarországon, aki ennyire egysúlyú offenccel áll fel a pályára. A defenszük is nagyon erősödött ebben a szezonban, vagy a felkészülésben. Ahogy te is említetted, az öt csapat rendkívül erős ebben a szezonban. Nem nagyon lehet kiválasztani egy olyan csapatot, aki egy tiszta nyertes a bajnokságban. A mostani meccs szerintem a gyorsaságról fog szólni. Egyébként minden feltétel adott, én azt gondolom, egy kiváló összecsapáshoz. Csak a rendkedvéért egy érdekességre is felhívnám a kedves nézőknek a figyelmét. Nevesen arra, hogy a fehérvári ifjúsági fúvós zenekar muzsikált egyébként a találkozó előtt, nagyon remek marching dalokkal és indulókkal, sőt egyébként érdekesség, hogy egyedül Magyarországon itt először lehetett hallani azt a különleges hangszert, amelynek ugye a neve a szuzafon, tehát először itt lehetett hallani Székesfehérváron. Azt gondolom, hogy ez is egy történelmi pillanat, mint ahogy egyébként maga a mérkőzés is az, hiszen a 10 éves klubnak a történetében most először fordul elő, hogy a Divízió 1-ben szerepelhet, óriási történet és siker ez. Mennyire lehet azt gondolod, szerinted lámpaládas most a csapat annak tudatában, hogy először a divízióban játszanak? Azt azért tudni kell, hogy ez a csapat már elég régóta dolgozik együtt. Már nyáron, már az előtt is, amikor a múlt szezonnak vége volt, azóta megy a munka konditerembe, pályán. Ez egy folyamatos dolog, ez nem egy hétvégi klubról van szó, aki összeáll a hétvégén is játszik. Rengeteg munka megy konditerembe, a pályán bele az egészbe. Persze van egy kis lámpaláz, néhány játékos, aki még nem lépett pályára egy ilyen meccsen, de azért a csapatnak a nagy része tapasztalt játékosról van szó, és szerintem ezt az utolsó, a következő pár percben le fogják birkózni ezt a lámpaláz. És egyébként erre a tapasztalatra egyébként mindenképpen szükség is lesz, hiszen ahogy említettük, rendkívül kiegyensúlyozott bajnokság várható majd a Divízió 1-ben. Ennek érdekében egyébként erősített is jócskán a Fehérvár Entronelsz együttese, erre is egyébként kitérünk majd a közvetítés folyamán. De most egy picit azoknak próbálunk kedveskedni, akik most ismerkednek a sportággal. Csak a rendkedvért tehát 12 percig tart egy negyed, és összesen tehát 4 negyedet fogunk majd látni az elkövetkezendő, hát mint egy bő 2,5-3 óra tekintetében.
Egy kicsit azt gondolom, hogy érdekességképpen még azt is meg kell említeni, hogy a tiszta játékidő és a futó órának a keveréke található meg, hiszen vannak olyan pillanatok, amikor ugye folyamatosan megy az óra, mint mondjuk a többi sportágban, például mondjuk a labdarúgásban, de valamikor megállítják az órát, mint például ugye adott esetben a kézi labdában, tehát ez egy kevert sportág ilyen tekintetben. És a kickoff-fal kezdődik majd, ami ugye aminek a jelentése a kezdőrugás, tehát a Fehérvár Entroners próbálhatja majd visszahordani a labdát másodperceken belül, tehát Székesfehérváron is elkezdődik a 2017-es Divízió 1-es bajnokság. Elég kacska rúgással indított az Entroners ellenfele. Tóth Nándor próbálta meg visszahordani. Mário, nem tudom, mit gondolsz, én azt hiszem, hogy nem, persze nem tudta Tóth Nándor olyan hosszan visszaordani a labdát, de azt gondolom, nem is volt erre szükség, hiszen mondjuk egy elég rossz kickoff-val kezdett az Eagles. Hát igen, mondanám, hogy nem feltétlenül rossz volt ez a rugás, ez lehetett is szándékos, ugyanis amikor rövidre rugod a labdát egy holdpontba, nem adsz lehetőséget az ellenfél csapatnak egy jó visszahordásra. Egy gyors játékos ellen ez egy jó ellenfegyver. Ebből láthatunk akkor most egy bemutatót, és akkor az első támadást, az első drive-okat majd az Entroners indíthatja. Erős Márkon rengeteg múlik, mint ahogy adott esetben minden egyes amerikai foci mérkőzésen az irányítón. És van is egy zászló. Ilyenkor általában offside, vagyis lesz szokott lenni, kíváncsi vagyok, hogy most mi történt ebben az esetben. A játék késleltetése miatt 5 yardos büntetésben részesült a Fehérvár Entroners. Ez ugye azt jelenti csak azok kedvéért, akik most kapcsolódnának be a közvetítésbe, illetve most ismerkednek a sportággal, hogy lejárt a felkészülési idő, amíg ugye el kell indítani a támadást. És ezért egy 5 yardos büntetést kapott az Entroners. Futójátékkal indít az Entroners, és Anthony Ruen. Nagyon szép 10 yardos futás volt, meg is van a first down. Igen, és aki még nem ismeri az amerikai futballt, ezen a fiatal emberen, ha tartja a tekintetét, akkor elég sokat tud tanulni. Rendkívül jó játékos. És ahogy egyébként arra ki is tértél Anthony Ruen esetében, ugye ő az elmúlt év szeptemberében érkezett Székesfehérvárra, akkor még ugye az osztályozó nem tudott játszani ugyan a Mustangs ellen, de rendkívül benne volt az ő keze is abban Jibril Reagannel egyetemben, hogy megnyerte azt a találkozót az Entroners, és nagyon jó! És egy késői ütés, és ott is repül a zászló. Az ütközés egy kicsit későn érkezett, ezért jött a zászló, ez egy unsportsmanlike conduct, szépen angolul kifejezve. Vagy sportszerűtlen cselekedet. Sportszerűtlen cselekedet. Nézzük most, mi lesz vajon a játékvezetőknek az ítélete. Igen, itt az indulatok egy kicsit pörögnek a meccs elején, mindkét csapat egy kicsit le fog nyugatni idővel. Igen, hát ez is a meccs része, amikor a bírók visszafújnak egy döntést, bármennyire megérdemelt lett volna, vagy nem. Sok ilyen lesz a meccsen szerintem. Bár adott esetben nem mindig szerencsés persze, hogyha már az elején belenyúl a játékvezető a mérkőzésbe, hiszen akkor elszabadulhatnak az indulatuk. Na nézzük, Erős Márk, egy hosszabb indítás, és nem sikerült elkapni sajnos. Igen, a meccsnek a szépségeivel is benne vannak a hibák, amit le kell küzdeni. Meccsel jön, játékkal jön. Második és 10 jöhet, tehát az Entronersnek. Az egyébként nagyon biztató volt az ezt megelőző playben, hogy sikeres volt Erős Márknak az első passza. Volt szerencsém beszélgetni a pénteken délután, és azt mondta, hogy rá különösen igaz az a mondás, hogy az első passznak mindig jól kell sikerülnie, azon áll vagy bukik nagy részt a mérkőzés egy irányító esetében így nála is. Második és 10, tehát újabb futójáték. Jó védelmet kapott Anthony Ruen, és meg is lesz az első és 10, megvan a first down. Azoknak a nézőknek szerintem mondjuk el, hogy ez a második és 10, első és 10 mit is jelent, ugyanis van 4 próbálkozás a támadó egységnek, hogy erre meneteljen, előre meneteljen 10 yardot.
Az első három próbálkozásban nyilván vagy passz, vagy futás játékból próbálják megoldani. Általában negyedik próbálkozásra csak nem nagyon szorít a meccs vége, akkor azt el is rúgják, és abból is majd látunk példát később. És ugye ez a rúgás, amikor már ugye nem mernek kockáztatni, nem mernek fölösleges kockázatot vállalni, ezt nevezik ugye pántnak, amikor finom magyarossággal, szóval egy jó nagyot belerúgnak a labdába, hogy az ellenfél csapata minél távolabbról hordja vissza a labdát. Pontosan, itt próbálják pozícionálni a labdát, hogy minél rosszabb pozícióból induljon. És most az erős marktól látunk egy elég szép QB sneaket, leteszi a fejét, és csak előre tapas, ameddig meg nem lesz az újabb 10 yard próbálkozás. És egyébként ez azt is eredményezte, hogyha ránézünk az eredményjelzőre, hogy újabb first down ért el az Antonio. Én azt gondolom, hogy a támadó rész az eddig kiválóan ül, és minthogyha az Eagles nem tudna mit kezdeni például magával Antonio Ruinnel is. És meg is indul! Ott is van! Meg lesz az első touchdown! Antonio Ruin! Rögtön a találkozó elején egy fantasztikus touchdownnal, egy remek futással teszi le a névjegyét. Ez egyébként tét meccsen az első touchdownja Antonio Ruinnek. Hát ezért igazolták őt le ide. Igen, és szerintem nem sokan tudják, de az öccse itt van a pálya szélén, és ez egy különleges pillanat neki is, látja a testvérét játszani. Nyilván, amikor ilyen távol vagy otthonról, akkor kell egy kis támogatás, kell egy olyan ember, aki biztat téged, és úgy néz ki, hogy ez sikeres felkészülés volt Antoniónak. Bolyhos sapkában áll egyébként a pálya szélén, és akkor nézzük. Ajj, a mindenségét neki. Nem jött össze a jutalomrúgás. Ezt is egyébként gyorsan mondjuk el a kedves nézőknek, hogy alapvetőleg, hogyha egy csapat, mint amit az előbb is láttunk, az Antroners esetében egy touchdown szerez, azért 6 pont jár, és ezt követően két választási lehetősége van a touchdown szerző csapatnak, vagy egy jutalom pontot szeretnének azzal szerezni, hogy mondjuk újra megpróbálják a célterületre bevinni a labdát, ezért 2 pont jár, ugye az extra pontért, és a másik lehetőség, amit most szeretett volna az Antroners is megcsinálni, ez az úgynevezett field goal, a plusz rúgást szerették volna megcsinálni, azért 1 pont járt volna, ez most sajnos nem jött össze. És igen, ennek van elég nagy súlya így a meccs elején. Ilyen pontokat, ami szinte ingyen odaadott pontok, ezek a rúgások, nem szabad kihagyni. Itt az edzők biztos, hogy hangosabb hangsúlyon fogják éreztetni a játékosra, hogy kicsit nagyobb koncentrációra van igény. Mi volt egyébként a probléma? Nem kapott megfelelő védelmet a snappet követően? Zács György. Elég gyorsan is átjöttek, és az is volt a baj, hogy magasan jött a labda a tartóhoz. Így elég nehéz volt neki letenni a labdát a rúgónak. De nagyon jól kezelte a szituációt, nem próbált többet kihozni belőle, ami ott volt. Lent maradt a földön, és biztonságosan megfogta a labdát. Ugyanis abból a helyzetből a védő csapat még vissza tudja hordani pontokért. Weisz Miklós próbálta egyébként a Budapest Eagles csapatából visszahordani a labdát, de hát Bakonyvári Patrik elég hamar lekapcsolta őt. Így körülbelül a 35. yardról jöhet majd a Budapest Eagles együttese. És akkor jöjjön, bemutatkozhat az Antronersnek a defense, vagyis a védekező egysége, amely borzasztóan megerősödött, többek között olyan játékosokkal is, mint Berek Richard, Glavocsevics Alex, vagy Lekinszki Márk. Kiszabadultak. Hát, és ki is jött a labda. Antroners játékos rajta. Na ez most egy nagyon érdekes jelenet volt. Én azt gondolom, hogy már lent volt mindkét lába a játékosnak, tehát én azt gondolom, hogy ez már nem lehetett egy fumble, de azért várjuk meg a végső ítéletet. És a sportszerűség a 99-es játékos Antroners mezben kiemelném, hogy az Eagles játékosa úgy néz ki, hogy a levegő elhagyta a tüdejét és próbált rajta segíteni, hogy minél gyorsabban levegőhöz jusson. Reméljük, hogy minden rendben van. Egyébként az a Lekrinszki Márk volt az, aki na ezt a sportszerű tettet bemutatta, akiről egyébként beszéltem is, aki ezt megelőzően többek között az Eger Heroes együttesében játszott. Én azt gondolom, hogy ezek most egy drámai pillanatok. Kimondottan tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon szabályos és csodálatos szerelés volt, de sajnos ezek azok a pillanatok, amik benne vannak ebben a sportban. Hát igen, ez egy ilyen fajta sport, és senki nem szeretne játékos látni a pályán lent maradva egy ilyen play után. De úgy néz ki, hogy a saját lábán fogja elhagyni a pályát, ami mindenképpen biztató. És egyébként attól függetlenül, hogy egy nagyon kemény, és azt gondolom, hogy kiélezett összecsapás, vastaps közepette hagyhatja el
a pályát a Budapest Eagles játékosa. Ettől is szép ez a sportág, hogy tényleg bedarálják adott esetben egymást a játékosok, de azért mindenek előtt a sportszerűség. Az viszont mindenképpen figyelmeztető jel lehet a defense-nek, hogy ennyire szabadon azért nem szabad átjönnie. Igen, és a bosszantó az lehet a defense-nek, hogy ez középfutás volt, ahol a legtöbb ember áll bent a védelemből. Ilyeneket nem szabad nekik engedni, ha eredményes mérkőzés akarnak elérni. És egy nagyon szép szerelés. Lekvinszki Mark részéről, akiről nagyon sokat beszéltünk, és Ragó Lászlót szerelte, aki egy futással próbálkozott meg. Egyébként maga ez a trükkös játék, ez rendkívül jó volt, tehát egy bújtatott átadással igyekeztek előrébb menni. Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten szép támadás lett volna. Így kellett volna az előbb is lekapcsolni a támadást. Igen, a linebackerek itt a második védősort próbáltak ebben becsapni, de úgy nézett ki, hogy elég szépen otthon maradtak a pozíciójukba, ahol kell. Még egy futás érkezik, és még egy szerelés. Remi Szeptől. 32-es mezben. Rémi Szepp egyébként holland-magyar kettős állampolgársággal rendelkező játékos. Ő is egyébként az elmúlt év szeptemberében érkezett ide Székesfehérvárra, és őróla is csak a legjobbakat mondják el egyébként itt Fehérvárra, tehát hogy a tapasztalatában rendkívül sokat tud segíteni, hiszen például ugye a holland első osztályban is megfordult. Kedves nézőink, egyébként 8 perc, 25 másodperc van hátra. Az első negyedben is 6-0-ra vezet a Fehérvár Entronels együttes Antonio Ruyen futásával. Harmadik és 4-5 yard volt a próbálkozás. Ez nagyon közel lesz az első downhoz. Megnézzük, hogy hol landolt a labda, és hogy a bíró megadja. És megvan a földön. És megadta. Megadta. Egyébként én azt gondolom, hogy Oswald Ádám az ellenfél irányítója rendkívül jól bújt ki a zsákból. Egyébként jó elzárást is kapott, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy nem volt rajta az a nyomás, aminek rajta kellene, hogy rajta legyen az irányítón. Eddig minden kettő támadó egység szép nyugodtan menetel a pályán. Talán egyetlen egy igazán hosszú indítást láthattunk erős Márktól. És egy passz jön ki. Lett. Hosszú passz. És elkapott hosszú passz. És sajnos touchdown. Megvan a touchdown. Hát igen, ilyeneket nem szabad engedni, hogy a támadó játékos mögét kerüljön, mint védőjátékos. Az az egy alap elv a védőjátékosnak, hogy mindig előttet kell tartani a támadó játékosát. Itt most ezen a play-en nem sikerült, sajnos. A touchdown pedig a 11-es számmal játszó LaMarco Crawford szerezte, aki Victor Williams-el egyetemben szintén egy import játékos, ugye az Egyesült Államokból. Ők egyébként szintén már az előző szezontól kezdve ott voltak az Eagles együttesében, és LaMarco Crawford tagja is volt egyébként a bajnokságot nyert együttesnek. És itt is elrontott a labda itt is dadogott. Hát ez tényleg... Tényleg, amiről beszéltünk eddig, mintha a Nostradamus-i képességekkel lennénk megáldva, ugye el sem indult a mérkőzés, de azzal kezdtük, hogy kiélezett összecsapás lesz, és tényleg, mintha mindenben másolnák egymást a csapatok. Igen, itt szeretném említeni, van egy létező futballisten, aki régen játszik, az mindig hisz a futballistenbe, és ad egy második lehetőséget, egy új kezdetet meccsekben is, és úgy néz ki, hogy most egy kicsit ránk mosolygott a Fehérvári Entronelsre ez a futballisten, és 6-6-nál egy új kezdetet adott nekünk. A futballistenről ilyen vonatkozásban én magam még olyan sokat nem hallottam, egyet viszont tudok, hogy a sportban, mint általában az életben is Fortunának óriási szerepe van, és nem minden esetben jó azért játszani Fortuna kegyeivel. Nem, az időjárás szoktuk tőlük kérni, hogy jó idős járás legyen, mint a mai nap, ez tökéletes futballidő, süt a nap, fúj egy kicsit a szél, ez ennél jobb körülményeket nem lehetett volna kérni a mai napra. És nagyon jó egyébként, Mário, hogy az időjárást kiemelted, hiszen az is egy nyílt titok, mondjuk ki nyugodtan, hogy az Entronersnél azért imádkoztak abban a vonatkozásban, hogy jó idő legyen a mai napon, hiszen azért ez a kifejezetten tavaszias időjárás általában a passzos játéknak kedvez, mint mondjuk adott esetben egy esősebb időjárás, az már inkább a futójátékot vetíti előre, és az inkább az Eaglesnek kedvezett volna. Tehát, minthogyha egy picit azért a Fehérvár ebben a vonatkozásban és most szerencsés lenne. És megint egy rövid rugást látunk, ez szándékos, ez most mindenképpen szándékos a rövid rugás volt.
19-eshez ment. És Pető János egyébként szerintem most kifejezetten jól tette, hogy nem próbált meg előre haradni, hanem ott, abban a pillanatban földre vitte a labdát, és kifejezetten jó helyről jöhet megint az Entroners. Igen, úgy néz ki, hogy a 39-es, igen, a 39-esre fog letenni a bíró, nagyon jó pozícióban indulunk. És én azt hiszem, hogy az is egy óriási előrelépés, és ha úgy tetszik, akkor segítség az Entroners játékában, hogy elnézve mondjuk az elmúlt szezon mérkőzéseit, adott esetben előfordulhatott szerintem olyan, hogy mondjuk Erős Márton az irányítón túlságosan nagy nyomás volt. Itt most adott esetben Antonio Ruén számtalanszor le tudja mondjuk róla venni a terhet. Így van, így van. Egy erős futójáték mindig alapozza a passzjátékot. Az egyik a másik nélkül nem tud létezni. Nagyon olvashatóvá válik egy csapat, ha nagyon egy oldalon játszik. Azt kell mondanom, hogy az Entroners-nek sikerült a balancot megtalálni. Ezen a play-en most per pillanat nem sikerült max. 1-1.5 yardot előre haladni, úgy néz ki. 1-2 yardot, igen. De mint ahogy például mondjuk az erőt mindenképpen kiveszi mondjuk a támadó egységből, értem ezzel mondjuk a futót, de azért ugyanilyen fárasztó lehet mondjuk adott esetben a védekező egységnek, a falembereinek mondjuk föltartóztatni egy olyan típusú játékost, aki tényleg, hogyha rád zúdul, mint mondjuk Antonio Ruén. Ajajajajajaj! Egy fumble, ez egy labdavesztés az Entronerstől, és megnézzük, hogy ki jött vissza a labdával. Én magam úgy láttam, hogy az Eagles játékosa szedte össze, de várjuk meg, mint adott minden esetben. Igen. A játékvezető ítéletet. Igen, sajnos itt egy labdavesztésről van szó, fumble. Ez annyival tesz ki, hogy az Eagles jöhet, támadó egységgel léphet fel a pályára, és ők kapják meg a labdát, próbálkozhatnak előre menetelve. Igen, itt nagyon biztosan át kell venni azt a labdát az irányítónak, mint a futónak az irányítótól. Itt úgy nézett ki, hogy a Marknak a kezében nem landolt biztonságosan az a labda, és onnan jött ki a falemberből. Időközben a játékvezetők is megerősítették a fumble tényét, hogy erre, hogy nem történt szabálytalanság, hanem szabályos szerelés keretében történt meg a fumble. Egyébként, ami ugye azt jelenti, hogy a labdát birtokló játékos elveszíti. És hoppá, az Eagles is hasonló módon. Hát igen, úgy néz ki, hogy a jó időjárás nem azt jelenti, hogy a labda nem csúszik. Itt inkább az idegek dolgoznak a játékosokban, ilyenkor mindenki nagyon akarja oda tenni magát, és ilyenkor a labda néhányszor kipottyan. És egyébként 46-ossal megint csak nagyon érdemes lesz majd odafigyelni Weiss Miklósra, akiről köztudott, hogy kifejezetten jól csinálja meg a visszafordásokat és a visszafutásokat. Ebből láthatunk most egy futójátékot, őt is szintén nagyon nehéz feltartóztatni, attól függetlenül, hogy mondjuk jóval kevesebb izom és kilóval rajta, mint Antonio Ruénen. Megint csak Weiss Miklós, és azért 3-4 yardot azért ezekkel megint előre tudott haladni. Igen, nagyon fárasztó tud lenni egy védelemnek, hogy futójáték. A defensív oldalról nagyon kiveszi az energiát a játékosokból. Sok az ütközés, sokat tolni az egymást a falon, a védőjátékosokon. Rendkívül fárasztó tud lenni. Sajnos egyébként megint csak egy példája annak, hogy ahogy említettük, egy kifejezetten jó pozícióba jöhetett volna az Entroners, ezek azok a hibák, amik nem férnek bele egy ilyen kiélezett meccsen. Igen, hát egy ilyen kiélezett bajnokságban, és egy szép szerelés 99-estől. Lekrinszky Márk tartóztatta fel megint csak Weiss Miklóst. És közel lesz, ki is hívja a Lánc csapatot. Ugye a harmadik és egy lett volna, és itt ilyenkor behozzák a nyalókát, mert ilyenben az esetben minden egyes centiméternél jelentősége van. Igen, egy meccs tud centiken múlni, ha nagyon éles küzdelem van, és ez is lehet egy példa, hogy itt megadta, úgy néz ki, nem hívta ki a láncot, megadta az első down. Megadta, tehát ismételten első és 10-re jött az Eagles, és hogyha mondjuk nem tudna adott esetben touchdown-t elérni az Eagles, ez már szinte azt gondolom, hogy mezőny. Még egy futás játékos az Eagles-tól, és ott van 3 Entroners játékos, egy jó defense-nek a kulcsa, hogy nem egy játékos szerel, hanem repülnek a védőjátékosok a labdához, ez egy kiváló példa volt erről, 3 játékos vett körül az Eagles játékost. És amit ugye elkezdtem mondani az előbb, hogy ha mondjuk nem is tudna adott esetben touchdown-t elérni ebből a helyzetből, ezekből a drive-okból az Eagles, ez már lassan ugye field goal távolság, ami adott esetben megint csak dönthet a meccsről. Emlékezzünk például az elmúlt szezonban a Szombathely Crushers elleni mérkőzésre, amikor 7-0-ra nyert az Entroners, tehát egyetlen egy támadás döntött azon a meccsen.
Tehát és itt az ilyen helyzetekben bizony a field góloknak is óriási jelentősége lehet. Nézzük akkor tehát második és öt. És még egy futás az Eagles-tól, és egy szerelés. A futásjátékról az a tudnivaló, hogy itt nem kell nagy meneteket előre menni. Elég az 5-4 yard per futás, megteszi hatását. Azok között is, hogy az órát ezáltal tudjuk menedzselni, azaz lelassítjuk a meccset a futásjátékkal, és úgy néz ki, hogy az Eagles ezt próbálja csinálni, diktálni a tempót a meccsnek, amit kedvez nekik a futójátékhoz. Még egy futás. Egy újabb futás, Weiss Miklós, tök kiváló a lefordulás, de Jibré régen, és vissza is tolja, gyönyörű szerelési sorozat. Na ez most fantasztikus volt, Oscar Sepp és Jibré régen együttes erővel, ahogy egyébként Mário kiemelt, hogy nem egyedül megy oda valaki szerelni, hanem az adott esetben a társa segítségével tuszakolja vissza az ellenfél futójátékosát. Na erre láthattunk megint csak egy iskolajátékot, visszatérve egyébként az idővel való játékra. Ugye kitértem arra, hogy adott esetben futóórával működik a játék, adott esetben viszont ugye megállítják, és itt szintén ugye jól lehet ugye menedzselni, és egy picit ölni a mérkőzést, hogy lefuttatni az órát. Egyébként az is segítség lehet a csapatoknak, hogy most már mindkét pálya végében ott található az a tábla, ami jelzi, hogy mennyi van vissza a támadás megkezdéséig, és egy gyönyörű szerelés megint Jibré régentől. Bele gyalulta a földbe Weiss Miklóst. Remek szerelés volt, és megint ott volt két-három entronőzi játékos. Ahogy mondtad az óráról, szerintem ez kiemelni a nézőknek, hogy szerintem Magyarországon, de még megkérdőjelezném, hogy európai ligákban nem sok pályán lehet ilyet látni. Ez rendkívül nagy segítség a támadó egységeknek. És adott esetben ugye a kommentátoroknak is, akik ugye tudják, hogy miért ítéltek mondjuk delay of the game-et, ugye a támadás kísértetés, vagy késleltetését, és akkor én azt gondolom, hogy megint most ennyi futójáték után az irányító lehet szerepkörben, így igaz. A laposba és incomplete, azaz nem sikerült a passz. Én azt gondolom, hogy ezt egy picit most elkapkodta Oswald Ádám, hiszen adott esetben én azt gondolom, hogy itt most jó védelmet kapott, ráadásul az elkapóján sem volt akkora nyomás, nem volt előkészítve, én úgy érzem, ez a passz. Igen, ez egy 4-3 felállása az Entroners defense, azaz 4 falember, 3 középvédő linebacker, és mint láthattuk ezen az előző playen, elég szorosan fent állt a linebackerek a labdára, az segít az ilyen rövid passzokat kivédeni. Ott voltak a védőjátékosok, de igen, az irányító egy kicsit elkapott ezt a dobást. És még egy passz, hosszabb, dadog a labda, és majdnem interception volt. Megint szeretném kiemelni, hogy 3 védőjátékos vette körül, rendkívül gyors ez az Entroners védelem, odaérnek a labdához, nem sok a múlt, hogy ez egy interception, egy... Mézes Ádám 33-assal kis hián, ő kaparintotta meg a labdát, ő tudta majdnem elkapni és interceptolni ezt a támadást, és akkor megint fordulhat a kocka, és próbálkozhat. És ezek a megállítások rendkívül fontosak. Ez a csapatnak a hangulatát is megalapozza, visszaad egy kis önbizalmat, hogy tudnak változtatni a saját sorsukon, és így jöhet a támadó egység. Rövid passz. Szép volt a passz, Sándor Gergő egyébként remekül kapta el Erős Márknak a passzát. Nem volt egy hosszú indítás, de azt gondolom, hogy amiről beszéltünk, hogy futójátékokkal is rendkívül jól lehet ölni az ellenfél védelmét. Igaz lehet ez a rövid passzokra is. Bár elég fiatal Sándor Gergő, azt kell róla tudni, hogy ő szinte a csapatnak a kezdetétől itt volt, elég kis kora óta, szinte ezen nőtt fel az amerikai futballon, rendkívül jó látvány, hogy játszik a felnőtt keretben. És egy futás. Közése futás volt Márkus Dominiknál, a labda egy rájten futás. Úgy néz ki, hogy az Entronus még nem sikerült beindítani a futójátékot az első play-en kivéve.
reméljük, hogy ezen tudnak változtatni. Hogyan lehet egyébként ezt elősegíteni, azt, hogy megteremteni azt a fajta útvonalat a futónak, amit például láthattunk az első touchdownnál? Mi lehet a recept erre? Hát igazából itt a támadó fal emberekkel kezdődik a feladat, hogy a megfelelő blokkokat le tudják szerelni a védőjátékosokat időben, felszabadítani a sávokat. Kevesen tudják, hogy a falemberek nem csak a falemberekkel küzdenek meg, például nekik előre kell jutni egy ilyen futójátéknál, előre kell lépni a középvédőket is leszerelni, mert leginkább a középvédők az, akik megállítanak egy futójátékot, így ha van egy elég gyors, atletikus falembered, aki ezt meg tudja neked tenni, az általában mindig egy jó futójátékot fog eredményezni. És ahogy arra kitértünk az elmúlt percekben, következik az első pántja a mérkőzésnek, vagyis amikor ugye a három kísérletből nem tudnak 10 yardot előre haradni a csapatok, Zács György egy hatalmasat rúg a labdába, vagy minél távolabb jöjjön az Eagles. És itt meg is lehet fogni, nem kell engedni. Nagyon szép rúgás, azt kell mondanom. Jó pozícióból indul az Eagles, de rendkívül jó rúgás volt. És időközben le is futott egyébként a 12 perce az első negyednek, úgyhogy átfordulunk majd a másodikba. Igen, és ez a gyerekkor óta az embertől, aki hosszú időn foglalkozik a futballal, azt mindig megtanulja, hogy a mérkőzés rendkívül hosszú. Ez az első negyed elég gyorsan lepörgött, de ennél lehet sokkal hosszabb is. Kell a türelem, nem szabad, hogy a játékosok elveszik a hitüket, itt még bármi történhet. Igen, tehát ez még azt gondolom, hogy még nem érkezett el az a szituáció, amikor, ahogy szavaiddal élve, amikor tényleg menedzselni kell és lehet az időt, hiszen itt még azt gondolom, hogy túlságosan korai lenne azzal foglalkozni, hogy most adott esetben mennyire öljük a játékot. Itt még ez még a darálós része magyarán a mérkőzésnek. Igen, itt még élvezni kell, itt még harcolni. Egyébként parancsolj, fejezd be. Végig kell harcolni, ezt az edző biztos kiabálja nekik, hogy a 48 percet követeli tőlük, de itt tényleg még az élvezetről szól, meg a harcoló küzdelemről. Időközben csak annyit szerettem volna elmondani, természetesen azok kedvéért, akik mondjuk még rácsodálkozva néznek egy-egy szituációra, hogy az amerikai futballmérkőzés tekintetében, hogy az első két negyed, vagy az első negyed után egy két perces szünet következik, és térfelet cserélnek a csapatok, majd a második negyed után következik a nagy szünet, amikor 15 adott esetben, amit azért mindig tudunk, hogy inkább azért az 20 perc, amit pihenni szoktak a csapatok, és ezt követően következik a második félidő. Hát mondjuk NFL-ben tudjuk, hogy azért mondjuk a televíziós közvetítési jogok miatt azért ez egy picit hosszabb szokott lenni a 15 perces pihenő, de itt Magyarországon alapvetően inkább 15-20 percről beszélhetünk, és akkor következzék a második negyed. Még egy futás az Eagles-tól, és úgy néz ki, hogy felszabadult a labda vagy a futó. Nem vagyok benne biztos, hogy melyik történt itt, mert úgy néz ki, hogy az Entron ez el tudta kapni a lábát, de úgy néz ki, hogy kiszabadult a játékos. Ez pedig azért érdekes, mert hogyha ugye kiesik a futójátékosnak a kezéből a labda, és mondjuk földet ér, akkor ugye ott megáll a játék. De itt ugye szintén kiesett, én ahogy legalábbis láttam, de valaki elkapta. Igen, hát ez is van benne. És csak hadd javítsalak egy picit, ha a futójátéknak kiesik a kezéből a labda, de már megtett egy lépést a labdával, azaz egy fumble lesz, az élő labda, azt visszaszerezheti a védelem. Ha nem tett meg lépést esetleg, és az irányítótól esett ki, akkor még kérdőjelezhet. Passzjáték jön az Eagles-tól, és kimegy a labda, sikertelen passz. Ez egy picit, hogyha úgy tetszik, egy ilyen biztonsági passz is volt. Én azt gondolom, hogy nem mert itt most kockáztatni Oswald Ádám, hiszen azért érkeztek az Entronersnek a safety-ei, illetve cornerback-ei, hogy már lekapcsolják az Eaglesnek az elkapóját. Így inkább amellett döntött, hogy inkább ki dobja a labdát a játéktéről, így ugye az óra is megállt. Igen, viszonylag jó nyomás alatt tartja az Entroners az Eaglesnek az irányítóját, de nagyon szépen kimozdult, el tudta passzolni még a labdát biztonságosan. És még egy futójáték, szerelés, és nem tudom megszámolni, hány védőjátékos volt ott, de gyönyörű látni ezt a csapatmunkát az Entronerstől. És ebben kifejezetten az élen jár többek között, ahogy már megszokhattuk, Jibril Reagan, mint egy kifejezetten jó linebacker,
Rémi, Oscar Szep, Leknyinszky Márk, vagy akár Glavocsevic Alex. És ahogy már kitértem arra, tehát a védekező egysége különösen megerősödött az Antlonersnek, és ahogy említettem, tehát többek között olyan játékosok érkeztek, akik mondjuk külföldi vagy adott esetben HFL-es tapasztalattal rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, hogy a divízió egybe, vagyis mondjuk a másodosztályba ilyen típusú kaliberű játékosokat sikerül ide csábítani. Igen, és nem is csak erre a szezonra fontos egy ilyen fajta játékos. Amúgy rengeteg a fiatal játékos a csapatban, akik lehet, hogy még nem tudnak fellépni és szerepelni, de ilyen játékosok rendkívül sok tapasztalattal jönnek, és az edzéseken egymást tanítval tudják elérni a fejlődést, és ez egy nagyon szép látvány, amikor látsz egy ilyen tapasztalt játékost, és próbálja átadni a tudást legjobban. És úgy néz ki, hogy az Eagles nem tudta elindítani időbe. Igen, a játék késleltetése miatt 5 yardos büntetést szabtak ki a játékvezetők a fővárosi alakulatnak. Azt gondolom, hogy ez is mindenképpen mentálisan a fehérvári csapatot erősítheti. Nem volt az les? Egyébként? Az lehetséges, és ott is a zászló, mint látjuk, ezt vissza fogják fújni, sajnos. Az Jibril Régenről tudni kell, hogy borzasztóan gyors és hihetetlen a kezdősebessége, de azért ez még azért rajta is túl tesz, én úgy gondolom. Ennyire azért nem gyors, és sajnos ez bemozdulás lesz. A bíró jól elkapta, ez tényleg... Vagyis ugye Les ismerte nevén offside, és amit nyert az előbb az Antroners, azt most megint az, hogy visszakapja. Igen, hát ez egy folyamatos sakjáték, mikor az Antronersnek segít a bíró, mikor az Eaglesnek. Itt tényleg nagyon jó munkát végeznek a bírók, azt kell mondom. Eddig még nem követtek el nagy hibát. Igen, és ilyenkor újra rúgják, remélhetőleg egy kicsit hosszabbra tudják elrúgni, mert ez viszonylag rövid rúgás volt. Ez az Eaglesnak sem kedvező. Itt, ha meglettek volna elégedve a pozíciójukkal, hova rúgták a 20 yardra esetleg, vagy egy kicsit mélyebben az Antroners, akkor itt nem próbálkoznának újra, itt simán vissza tudják mondani ezt a flaget, a sárga zászlót, és akkor megy tovább a játék az Antronersnek. Azért az jól látható és érezhető, hogy ez nem olyan mérkőzés, mint ami volt az elmúlt évben a Divízió 2-es bajnokság döntője, amit ugye 35-13-ra nyert meg a Budapest Eagles. És igen, egy szebb rugás az Eagles-tól. És körülbelül a 20 yardos vonalról kezdheti meg a visszahordást majd, és a támadás felépítését az Antroners. Akkor, amikor 9 perc 53 másodperc van hátra a második negyedből, illetve az első fél időből még. És igen, itt még frissek a lábak, itt még gyors a játék, ahogy menetelünk mélyebben a játékban, akkor válik el a fiú a férfitől ebben a sportban. Itt ott fog kiderülni, hogy kitette be az órákat a konditerembe, kitette be az órákat az edzőpályán, és hogy milyen felkészülés volt. És nézzük, hogy mit tud itt az Antroners kihozni ebből a helyzetből. Első és 10 erős Márk, átnyújtja a labdát Antonio Ruinnek. Aki egy jó 5 yardot azért előre tudott haladni, én azt gondolom, kifejezetten jól indítja ezt a drive-ot az Antroners. Igen, itt úgy néz ki, hogy az Antronersnek a támadó fal emberi most jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy nem végzi el a munkáját. Nagyon gyorsan odaérnek Antonióra, rendkívül magára van hagyva, hogy valamit kihozzon a játékból, mint látjuk, hogy nagyjából 2 yardot tudott előre küzdeni. Ennél több kell a futójátéktól, azt kell mondjanom, hogy egy Antroners győzelem legyen a végére. Egy pillanatra megijedtem az eredményjelzőre, az volt írva, hogy 2 és 90. És Antonio megint elindul a szélén. Aj, de gyönyörű volt az, hogy kitette a kezét Antonio Ruin, attól függetlenül utána azért egy jókora csomagot kapott. Én azt gondolom, hogy azért ez őt se feltétlenül építés szolgálja. Igen, és érdekes dinamika épül ki a pályán, azaz az Eagles-nak az import játékosai rendkívül agresszívan próbálnak fellépni Antonio ellen. Hát nyilván itt van egy kis bemutató mindkét oldalról, de jó látni a küzdelmet mindenképpen. És jól látható, ezért az előbbi ütközés azért benne is maradt Antonio Ruinben, aki lekényszerült jönni, és Szakácsi Ákos foglalt elejét. És passzjáték. Biztos kezek, azt kell mondjanom. Bakonyvári Patrik ismételten beindult.
rendkívül jól játszott a Tatabánya Mustangs elleni osztályozón, és most, hogyha ezek a passzok, illetve elkapások ülnek, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok borsot törhet majd az Entroners az Eagles orra alá. Igen, itt szeretem volna látni egy sárga zászlót a bíró úrtól, itt megint csak későn érkezett az az ütközés. Itt ilyenkor, ilyen agresszívan már nem érdemes fellépni a játékos ellen, azaz simán ki tudott kísérni a pályáról, elkerülve a sérülést. Még egy passz, option, Mark megtartotta, és még menetel, és most passzolja el, és előre megy. Van egy zászló a pályán, ma meglátjuk, ez miről szólt. Lehet, hogy egy blocking the back, hátulról, vagy nem is block the back, elnézést. Adott esetben, ugye itt alapvetőleg, ugye én azt gondolom, hogy két dolog játszott, vagy holding, vagy defense pass interference, amikor ugye túlzott keménységgel támadják. Igen, ugye, itt, irányítót. Itt, ahol a bíró úr áll az Entroners oldalán, ahol annál az ászlónál áll, ott több mint valószínű egy defensive pass interference volt, azaz 5 yardnál már tovább ment az elkapó, és ott, ha bármilyen agresszivitás történik a védelemtől, mármint, hogy megfogja a mezét, visszapróbálja húzni. Igen. És úgy néz ki, hogy mind a két oldalon voltak szabálytalanságok, így eltörli. Két szabálytalanságot is látott a játékvezetői, gárda játékvezetői hetes, így gyakorlatilag ugyanúgy első és tízzel folytatódhat a mérkőzés. Én azt gondolom, hogy eddig a csapatok sem kifejezetten próbáltak bravúrokat bemutatni, és olyan igazi kiélezett húzásokat, és ez kifejezetten igaz a játékvezetőkre is. Nem szeretnék, hogyha róluk szólna ez az összecsapás, bár adott esetben ez nem feltétlenül baj. Bakonyvári Patrik időközben egy újabb remek elkapással véteti magát észre, halad szépen előre az Entroners. Igen, nagyon biztonságos keze van a fiatal embernek, azt kell mondom, először az elkapás és utána a futás, és jogosan kéri megint a szabálytalanságot. Azt kell mondjam, hogy az Eagles védőjátékos egy kicsit túl agresszívek itt a pálya szélén, amikor jön az ütközés. Sajnos ez benne van, ez egy agresszív sport, de azért kiméni a másik játékost a sérülést, az nagyon fontos. És azt gondolom, hogy Erős Márk az irányítói szerepkörét kihasználva most rendkívül jókor használja ki az időkérés, csak megvárta még a játékvezető is, hogy mit mond be, hiszen azt gondolom, hogy most egy picit azért a fehérvári gárdának a szakmai stábja is azért, amit említettél erre, a túlzott agresszivitásra, ők is azért felpattantak. Ilyenkor kell azt gondolom, hogy picit lenyugodni. Igen, ilyenkor a játékosok azért, ez egy mivel egy agresszív sport, az játékosok bele is tudják élni magukat, és az a legrosszabb ebbe a pillanatban, amikor a támadó egység is átmegy agresszívan, nem koncentrálnak a feladatjukra, a rútokra, amit kell futni, bizonyos playeken. Itt egy nyugodt egységre van szükség, hogy felismerjék, hogy még 7 perc van a második negyedből, és itt még rengeteg futball van vissza, feladatra kell koncentrálni. Én azt gondolom, a taktikai szempontból ez most mondom egy kifejezetten jó húzás volt Erős Márktól, már csak azért is, hiszen ezzel plusz másodperceket nyerhetett az Entroners, és így az arra is elég volt, hogy Antonio Ruén ismételten a pályán lehet, hogy egy újabb futójáték következik. És igen, futó és zászló megint a pályán. Nem is egy, hanem kettő, nyárválkodjon magányosan. Általában ebben az esetben ugye a legtöbbször a büntetés tárgya, ugye a holding szokott lenni, amikor egy futójáték elindul, vagyis amikor egy szabálytalan blokkot ad mondjuk a védekező, vagy adott esetben a támadó egység, nézzük, hogy a játékvezetők mit találtak. Ajjajajajajaj. Hát igen, ilyen hibát nem szabad elkövetni sajnos. Nem számolták meg a játékosokat, amikor kijöttek a haróból, a megbeszélésből. Igen, hát ilyen hibát nem szabad ilyen szinten elkövetni, ez vissza tud harapni. Most azt érzem az Entronnál, hogy egy kicsit fejtelenség van, itt mindenképp nyugalomra van szükség. Itt még 6-6 a meccs, semmi nincs elveszve, itt ténylegesen csak le kell nyugodni a srácoknak, feladatra koncentrálni és előre menni. És nézzük meg, hogy mit tud a Mark csinálni ebben a helyzetben. Rövid oldalpassz. Remek mozdulat! Remek mozdulat!
Ilyet Magyarországon nem gyakran látsz, azt kell mondanom. Nem tudom, hogy Bakonyvári Patriknak mi volt a jele az óvodában, de gyanítom, hogy a kenguru. Azért ilyen rugókkal le a kalappal előtte. Amit itt most átugrott, az valami parádés volt. Hát igen, ez nagyon gyönyörű megoldás volt. Itt még egy plusz 1-2 yardot felszett ezzel a mozdulattal. Ez rendkívül atletikai képesség kell, hogy ezt megoldjad. Csodálkoznom kell ezen, ez még mindig benne vagyok ebben a playben. És nem csak adott esetben maga az atlétikai mozdulatnak a kivitelezése, hanem a helyzetfelismerés, amikor azt látod a holteredből, hogy mondjuk, és közben nézzük erős Márkot, hogy meglódul, de szűkkel lép, és szerinteni, csodálatos! Szép. Csodálatos, de megint sárga zászló! Reméljük, hogy nem az Entron, de nagyon jó megoldás erős Márktól. Reméljük, hogy egy késő ütés, most egy kicsit Entroners párt vagyok. Nem tudok pártatlan maradni ebbe a helyzetbe sajnos. De a játékvezetőknek úgy annak kell, nézzük, hogy mit ítélnek. Igen. Igen, úgy néz ki, hogy a bírók kezdték észrevenni, hogy itt a pálya szélén a késő ütközések. Ez egy jelző is tud lenni egy védőcsapatnak, hogy azért figyelünk, ne szálljatok el, szabályokon belül próbáljunk játszani. Nemes Ádám mozdulatát ítélték egyébként szabálytalannak az Eagles 29-es számú játékosának. A szabálytalanságát ezért ugye 15 yardos büntetésben részesült a fővárosi alakulat. Mint egy falatkenyér, ez most úgy kellett ez a plusz 15 yard. Nézzük, erős Márk. Passz. Ajjajjaj. És rossz helyre, nagyon rossz helyre vélt ez a passz. Nagyon rossz helyre. Még az a szerencsé, hogy nem lett interception. Igen, hát egy ilyen menetelés után az irányítónak is bent lehet az a kezébe, hogy hát most ez menni fog. Sajnos ez az a helyzet volt, ahol nem ment volna. Itt két védőjátékos vette körül az elkapót. Itt ez egy rossz döntés volt az ő részéről. De erről szól a meccs, rossz döntések, jó döntések, és reméljük, hogy a Mark azért több jó döntést hoz, mint rosszat. A múlt azt mutatja, hogy igenis. Nézzük, második és 10. Hopp, és megint... Csak innen a labda. De szerencsére meg tudta tartani erős már. Na itt viszont most nem kapott megfelelő védelmet sajnos. Nem, itt nagyon tisztán lehetett látni, hogy az Entroners tripsben állt fel. Három elkapó egy oldalon. Azaz, ha jól láttam, a futó is a bal oldalra állt fel. Erős bal oldal. És a gyenge oldalról jött be... És ilyenkor ki van szolgálva a Mark, mert ő a bal oldalra fog nézni egy csellel, és akkor visszafordul, azt reméli, hogy ott nincsen védőjátékos, mert a fal meg kellően blokkolta. Itt most itt hibázott a fal egy picit, de szerintem még nincs vészben ez a menetelés. Itt egy hosszú játékra van szükség. Következik a harmadik kísérlet. Antonio Ruén. Sajnos nem tudott előre haladni, de újra sárga zászló a pályán. Hát az utóbbi 3-4 percben csak úgy röpködnek. Szerintem többet repülnek a sárga zászlók, mint a játékosok. Igen, én szerintem ez egy picit a sikertelen támadásnak az eredménye is lehet. Itt az idegek dolgoznak. Teszünk olyan hibákat, amit amúgy meg nem tennénk meg. Abban az érdekében, hogy próbáljuk sikeresen befejezni ezt a playt. Ezt, ha jól láttam, akkor az Entroners ellen fogják ezt fújni. Tíz yardos büntetést szabtak ki a játékvezetők az Eaglesnek. Az utóbbi másfél perc történéseit megnézve, ez akárhogy is számolom, 25 yard pluszt jelent az Entronersnek. Egyébként a 32-es számú játékos, vagyis Vas Gergelynek a mozdulatát látták szabálytalannak. Most azt hiszem, hogy amit az elmúlt 5 percben idegeskedett az Entroners szakmai stábja, hogy nem fújtak be nekik, azt most ugyanúgy átélhetik az Eagles szakmai stábjában résztvevők, vagyis hogy egy picit, minthogyha most a játékvezetők a fehérvári kegyeket keresték volna. Igen, aki először néz amerikai futballt, az kell tudni, hogy ez inkább hasonlít a sakra, órával mért sakra, mint bármilyen más sportágra. Szóval itt az idegekre tényleg nincsen hely. És a vezető stábok vagy az edzők körébe sincs hely az idegességnek. Hát igen.
Másik negyed úgy néz ki, hogy a sárga színnek a negyede. Pedig az egyik együttesnek a szín változatában sincsen benne. Na jó, maximum az Entronesnek a címerében, na természetesen ez most csak a viccnek a helye volt, de tény és való, hogy borzasztóan sok, és azt gondolom, hogy adott esetben dühítően sok hibát látunk most. Ezt a fél időben ezt meg fogják beszélni, úgy gondolom, itt sok szó fog esni az elesett yardokról, ami meg lett volna. 3. és 6. Nem egy lehetetlen vállalkozás. És egy passz, hosszú passz jön ki, és elkapott! Nagyon szép! Csodálatos elkapás, és ismételten Bakonyvári Patrik! Egy hátvéddel, a nyakán, az oldalán, ki tudja, hogy melyik testrészén, egy a lényeg, elkapta. Hát ez valami csodálatos volt. A lazaság, amivel ez a fiatalember játszik, az valami hihetetlen a pályán. Ez elképesztő. És az a fajta szemtelenség, amivel ő rendelkezik, tehát hogy rajta lehet 2-3 védő, vagy most adott esetben akár csak egy védő is, magától értetődő természetességgel elkapja a labdát, felnyújtja a levegőbe, és mint hogy gyerekek, hát nem történt semmi különös, elkaptam, csinálom a dolgomat. Igen, mindjárt mondok még egy szót róla, csak egy igaz játékos lent maradt a pályán. Úgy néz ki, hogy rendben van, magánál van, de valamit fájlal. Sajnos úgy néz ki, hogy érkeznie kell a mentői stábnak is. Sajnos egyébként az igaz, amit kiemeltél, tehát ugye az Entronesnek ma az ellenfele ugye az Eagles, vagyis ugye a sasok, de pedig nem szárnyalnak, és sajnos ezt a sérülésekre értem, hiszen ismételten lemaradt egy Eagles játékos, Sebők Ádámot kell letámogatni a pályáról, ezúton is mielőbbi jobbulást kívánunk neki természetesen. Visszatérve az elkapásra, példáztam az Entronesnek a futójával, Antonioval, hogy ha valaki szeretne látni példát a jó amerikai futballról, hogy akkor az Antoniót tekintse meg, azt kell mondanom, hogy itt a tízes... Tehát Bakonyvári Patrik. Bakonyvári Patrika is lehet példányozni, rendkívül jó meccse van eddig. Erős már passza. Ajj, a mindenség itt neki, de közel volt. Nagyon jó play, szabadon volt az elkapó, a védőjátékos mögő sikerült bekerülnie. Ezt muszáj elkapni, azt mondom, itt a kezek között ment el a labda sajnos. Magyarán egy teljesen jól előkészített passz volt, itt tényleg csak el kellett volna kapni a Tóth Mándornak, de adott esetben ez akár egy figyelmeztető jel is lehet az Eaglesnek, hogy bizony úgy néz ki, hogy játékba lendült ismételten az Entroners. És csak 2. és 10, szóval itt még bármi történet, nagyon ott vannak a red zone-ban, a piros zónában, és Antonio! És... Touchdown. Megvan a touchdown, egy pillanatra kivártam, nehogy esetleg fumble legyen, de újabb futójátékkal ér el touchdown-t az Entroners. Eddig Antonio Ruen nyeri meg a meccset az Entronersnek minden túlzás nélkül. Kiemelendő megint az a támogatás, az a védelem, az az elzárás, amit kapott, de amit megint ütközött itt Antonio Ruen, hát jó pár bambit megérdemel a meccs után majd, akár a testvérétől, akár a csapattól. És rendkívül szép mozdulat volt ott a végén, a play-nek a végén. Elküldte egy mozdulattal a védőjátékost a jobb irányba, visszalépett egy erős lépése balra. Ezt így tanítsák. Ezt sajnos nem is lehet tanítani, ezt születni kell. És az első negyeddel ellentétben most jó volt a mezőnygól is Zács György részéről, így 13-6-ra átveszi a vezetést az Entronez, és egyetlen egy pozitívuma már van a mérkőzésnek, a sokat leszámítva persze, hogy már most van annyi pontja az Entronersnek, mint az elmúlt évbeli osztályozó mérkőzésen, illetve döntő mérkőzésen, hiszen akkor az egész mérkőzésen szerzett 13-at, ez most megvan kevesebb, mint két negyed alatt. És Pál Tibort ismerve, ő teljesen elégedetlen ebben az eredménnyel, ahogy kell, hogy legyen. Biztos fogja mondani a fél időben, hogy itt még 0-0-ra áll a helyzet, de más nem is várnák el tőle. Ez rendkívül szép menetelés volt az Entronerstől. Igen, hát hogy aki Pál Tibor Kornélt ismeri, és ezt te sokkal jobban tudhatod, olyan sztorik is keringenek róla, hogy egy kemény erőléti edzés után, amikor öblíteni akartak a játékosok, akkor mindig szokta nekik mondani, hogy ne ígyhatok annyit, mert nem érdemlitek meg. Majd ha többet és keményebben edzetek, akkor ihattok. Hoppá, kipattanó labda, és összeszedte az igaz játékos a 40-39-es. Markeren. Rövid rugás volt, itt egy
Itt egy kicsit hosszabbra vártunk volna, ez például nem szándékosan rövid rugás. Úgy néz ki, hogy egy kicsit rossz utal állt el a Zentronos rugója. Lehet látni a pálya szélén, hogy nem annyira elégedett magával ezzel a rugással, de még lesz lehetősége remélhetőleg jóvá tenni ezt. Az viszont mindenképpen kiemelendő, hogy Jibril Regan megint hihetetlen gyorsasággal ért oda. Ezt tudni kell, hogy a takarodó pálya rendkívül közel van a vasútállomáshoz. Lehet, hogy ez is inspirálja Jibril Regant, aki futójáték a 14-estől. És úgy néz ki, hogy leszerél, nagyon szép szerelés. De jól érkezett oda Rémi Szab, te jó ég. Csodálatos volt az, hogy leszerelte Mészáros Márton. Gyakorlatilag nyugodtan mondjuk ki, mintha a pálya másik részéből érkezett volna Rémi Szab. Igen, rendkívül gyors játékosról van szó, és mint lehetett látni, hogy az amerikai futball nem feltétlenül a teljes sebesség a jó fegyver. Néhányszor az ütközés előtt rendkívül le kell lassítani, hogy a támadó játékos be tudjad mérni és eltalálni. És tökéletesen megoldotta ezt a feladatot Rémi Szab. És kifejező, és mindenképpen az is kiemelendő, hogy persze minden posztnak megvannak a nehézségei, de adott esetben mondjuk egy linebackernek azért is nehéz, hiszen ő távolabbról tudja elindítani mondjuk a mozdulatsort, az ütést vagy az ütközést, mint mondjuk adott esetben egy falember, és oda és kell érnie. És gyönyörű megállítás. Jibari Regan. Jibril Regan megint odaért, és hogyha az előbb kiemeltük azt, amikor ugye röpködtek össze-vissza a sárga zászlók, hogy azok a bizonyos ütközések mind a két csapatban benne maradtak, illetve játékvezető ítéletek, most azt gondolom, hogy az Eaglesben maradt bent az elmúlt fehérvári touchdown. És ha már középvédőrökről volt szó, a linebackerek, a meccsen úgy gondolom, hogy elég sok blitzet fogunk látni, azaz támadnak gyorsan előre a linebackerek, próbálják leállítani a játékot, mielőtt be is indul. És egy rövid passz jön az Eagles-től, Crawford az... játékos nagyon szépen elküldi az Entroners-t. Ajajaj, ott egy ütés volt, hogyha jól láttam. Hogy ezt nem vették észre a játékvezetők, nem tudom, hogy észrevette, de LaMarco Crawford ütött oda még a fehérvári játékosnak. Igen, azt kell mondanom, hogy ez egy szabályos szerelés volt az Entronerstől. Ilyenek persze nincsen helye a pályán, hogy így visszaütni kézzel. De azt akkor te is láttad azt a mozdulatot, amikor ott azért oda csapat, és hogyha most nagyon szigorú akarnék lenni... Szabálytalanság, igen. Igen. Hiszen ugye tudjuk jól, hogy mondjuk a face mask nevű szabálytalanság adott esetben mondjuk 15 yardot is érhet. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez luxus nem észrevenni. Igen, úgy néz ki, hogy a játékvezetők most engedik egy kicsit a játékosok kibontokozni, próbálják őket kordonba tartani, de azért nem akarnak ők a főszereplők lenni. És még egy pant az Eagles-től, egy szép magas pant, itt óvatosnak kell lenni a játékosoknak, hogy nehogy hozzáérjenek. Rémi Szab biztosítja a labdát. Igen, itt rendkívül veszélyes helyzet tud előjönni, amikor ilyen magas rugásról van szó, azaz az elkapó csapatnak a játékosai hátrafele futnak, ők nem látják, hogy pontosan hol van ez a labda. Abban az esetben, hogy ez a labda landol és őket hátba üti, onnantól az a labda éles, és az Eagles, vagy a rugó csapat vissza tudja szerezni. Itt az elkapónak Rémi Szab ebben az esetben nagyon nagy szerepet játszik, hogy ő irányítsa ezeket a játékosokat. Az ő parancsára ők teljes mértékben kiindulnak a pálya szélére, vagy amerre ő parancsolja, hogy nehogy hozzáérnek a labdához. És adott esetben ez mondjuk a váltakozó látási viszonyok sem feltétlenül segítik, hiszen hol süt a nap, hol elbújik. És nagyon szép futás, nagyon szép futás! És úgy látszik, nem csak Antonio Ruin tud bemutatni ilyen fantasztikus futásokat, hanem Varga Bálint is, aki most jó pár yardot tudott nyerni az Entroners együttesének. Igen, Antonio-nak egyik büszke tanítványa, azt kell mondanom, hogy... És pontosan itt az, amikor a tapasztalat, a átadás nagyon fontos. Ez a fiatalember sokat fejlődött a szezon kezdete előtt, és úgy néz ki, hogy ő is meg tudja oldani a feladatot, ami remek látvány. Másfél perc van hátra. Passz az Entronerstől, rövid passz. Nagyon szép megoldás. Bakonyvári Patrik volt az, aki ismételten elkapta. Sokadik jó elkapás a Bakonyvári Patriknak, újra hát kedvező igen, helyzetből. Úgy néz ki, Patrik most kapja a munkát. Ő biztos kezekkel, úgy néz ki, hogy jó meccse van, így megkapja a Marknak a bizalmát, és együtt tudnak dolgozni nagyon szépen. De úgy gondolom, hogy a meccs menettel így fogunk látni több elkapót, meg egy kicsit több irányba repülni azt a labdát.
csapat, erre kell nagyon odafigyelni, hogy túlzott kockázatot viszont nem szabad. Amit azonban az elmúlt jó 5-6 percben bemutatott az Entronus, az mindenképpen bíztató lehet, nem csak még a hátralévő, ha jól látom, akkor 1 perc 26 másodpercre, hanem a második fél időre is. Itt azonban mindenképpen majd nagy szerepet tölt be az, illetve játszik majd az, hogy hogyan tudják majd rendezni a sorokat a csapatok a szünetben, hiszen azért azt gondolom, hogy sok múlik majd ezen mindenképpen, hogy mennyire tudnak majd adott esetben tartalékolni is. Igen, és nem említettünk szót előbb, amikor az Eagles pantelt, vagy elrúgta a labdát, ott még egy megállítás volt a defense-nek az Entronusnak, és ilyenből kell még több. Úgy néz ki, hogy passz jön Marktól. Egy remek megfordulás, Bakonyvár. És magas. De nem. És nagyon sok időt kapott Mark, a faltól többet nem is lehet kérni. Nagyon szép munkát adtak neki. Szerintem most azt is nagyon jól csinálta Erős Márk, hogy ugyan volt egy pillanat, amikor Tóth Nándornak át tudta volna passzolni a labdát, de már érkezett egy hátvéd az Eagles-től, aki már ott volt és elkapta volna a labdát veszélyesen, szóval azt gondolom, hogy ezt most jól tette, hogy kidobta inkább. Hát igen, itt döntéseknek a sorozatáról van szó, és ami látszatólag lehet, hogy úgy tűnik, hogy egy rossz döntés, stratégiailag lehet, hogy pont az, ami kellett abban a pillanatban. Második és 10-ről van szó, hogy szóval itt még tudnak menni előre szépen. Gyönyörű oldal, passz Antonio Ruén megint Antonio begyújthatja a rakétákat. Nagyon szépen menetel, bizt, nagyon megtart. Nagyon csodálatos, szépen. És nagyon jól csinálta, hogy még ki is vitte ráadásul. Így megállt az óra, újra támadhat majd az Entroners. És csak egy apróságot, amit megint csak tapasztalt szemek fognak észrevenni. Ilyenkor a hordónak a jobb kezébe volt az a labda, és ezt megint csak kiskor óta beletanították, hogy azt a labdát mindig a pálya szélei kezével fogja, mint lehetett látni, amikor érkezett a védőjátékos, szépen a másik kezét is átemelte a labdára. Két kézzel kell biztosítani azt a labdát mindenképpen, mert nagyon könnyen ki tud pattani. Rendkívül csúszós tud lenni, főleg elsős időben, most nincs az, de azért biztos, ami biztos. És ez az a tapasztalat, ami többek között Antonio Ruén és Gibril Régen átad. Azt a mindenségét neki. Igen, nagyon szép védekezés volt, de azt kell mondanom, hogy itt egy kis hiba volt Sándor Gergőtől. Itt harcolni kell a labdáért, itt egy picit alul volt dobbal ez a passz, nem volt pontosan annyira hosszú, amennyire kellett volna lenni, azaz a Gergő már jóval előbbre volt, mint a védőjátékosa. Hosszabb passza simán lépésben elkapja, és ez touchdown lesz. Itt vissza kell lépni, felugrani, harcolni a labdáért, nem engedni a védőjátékost oda ilyen könnyen. Egy picit jobban bele kellett volna állni a pozícióba. Pontosan. Na akkor nézzük, újabb kísérlet. Erős már ismételten egy hosszú passzal próbálkozik. Áj, a mindenség itt neki. Tóth Nándornak kis hián meglett a labda, azonban újra incomplete pass volt. Nem sikerült az átadás. Igen, de itt meg pont az a két lépés hiányzott előrefele. Pontosan. Harmadik és 10 jöhet majd. De mindenképpen biztató, hogy az elkapók úgy tűnnek, hogy gyorsabbak, mint a védőjátékosok. Nyilván ez az Eagles-t annyira nem nyugasztalja, de Entronus szempontból mindenképp pozitív, hogy gyorsasságra úgy néz ki, hogy mi meg tudjuk oldani a feladatot. Screen pass, incomplete. Screen pass, ez is egy érdekes játék lett volna. Itt a falemberek úgy néznek ki, hogy tartják a blokkjukat, tartják az emberüket egy másodpercig, elengedik, és tovább menetelnek a következő védő falig, és egy elkapó próbál befutni mögéjük. Ez az, ami most sajnos nem jött be, így újra próbálkozhat majd az Entronus, de itt már újra egy punt fog következni, hiszen ahogy arra azt kiemeltük a találkozó elején, felesleges kockázatba, pláne a fél idő vége előtt 54 másodperccel nem fog belemenni a fehérvári alakulat. Nagyon hosszú volt ez a snap, és úgy néz ki, hogy nem sikerült annyira tökéletesen ez a rúgás. Szép távolságot kapott, egy picit magasra is sikerült neki tennie. 22-20-nál fogják letenni ezt a labdát, úgy néz ki.
44 másodperc van hátra a második negyedből, illetve az első fél időből. A Fehérvár Entronners együttese pedig 13-6-ra vezet. Az Eagles ellen azért oda kell figyelni még bőven ebben a 44 másodpercben, hiszen azért bármikor tud pontot szerezni, az Eagles be tudta ezt bizonyítani, ugye Crawfordnak az elkapása is. Hát igen, és ilyenkor szokott jönni a hosszú passz, amikor már túl sok vesztenivalód nincsen, de próbálsz beszúrni még egy 6 pontot, ha tudod. Ráadásul még az idő is kevés. Tehát és mint látjuk, 3 elkapóval állt fel az Eagles, ez biztosan passzjáték lesz. Meglepődnék, ha egyből egy futójáték alakulna. Sok múlik az én is, hogy az irányító mekkora védelmet kap. Kuti Péter, kicsit elveszti az ütemet. Ez az, amit ugye említettünk már. És azért azt is emeljük ki, hogy fehérvári szempontból itt azt gondolom, hogy arra is próbálnak majd menni a védekező játékosok, hogy a pályán belül próbálják meg leszerelni az ellenfél játékosát, hiszen akkor ugye az óra folyamatosan fut tovább, mint ahogy most például 7 másodpercet követően megállt. És időt is kér az Eagles. Próbáltak nagyon gyorsan felállni és meglepni az Entroners, de úgy néz ki, hogy még van mit átbeszélni. Inkább biztosra mennek. És igen, ahogy mondtad, próbálják a pályán tartani a támadó egységet. És így futni fog az óra, ami kedvező nekik. Nézzük meg, hogy ebből mit tudnak alakítani. Megint egy motion mészáros részéről, és azért elkezdték már ezt is egyre többet játszani. Passzjáték, ahogy gondoltuk, és rövid passzok és nem elkapott passz. Jöhet majd akkor a harmadik kísérlet. Úgy néz ki, hogy egy 14-es az égeszte nem bír magával, vagy talán egy picit frusztrált. Egy picit túlteng az adrenalin az Eagles játékosokban, nem mint hogyha félteni kellene persze a fehérvári játékosokat is, de persze azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten kemény, de ugyanakkor sportszerű mérkőzés, de azokat a pici apró szurkálódásokat, mint mondjuk például Crawfordnak ez az ütése, azt inkább azért a fővárosiaktól látjuk, vagyis azt arra akarok kitérni, hogy azért ők is érzik, hogy ez már nem az az Entroners, akit mondjuk legyőztek 35-13-ra. Magyarán ez egy rendkívül frusztráló érzés lehet nekik. Igen, szerintem mindenképpen ez benne van a csapatjukban, és megint egy rövid passza próbálják megoldani az előre menetelést, és úgy néz ki, hogy most sikerült pályán belül tartani az Eagles. Viszont az óra megállt, viszont arra, hogy kitérte, meg tovább kellett volna menni az órának, de úgy látszik, hogy mégiscsak kint volt. És időkérés, úgy néz ki, az Entroners oldalról. Nyilván ebből nem akarnak pontot az Entroners. Ez egy rendkívül felemelő érzés, amikor vezetésen mész be fél időben. Itt most, ha én edző lennék, és pályára futottam volna be egy időkérés alapján, biztos ezt az üzenetet adom át a csapatomnak, hogy itt mindenképpen semmit nem szabad engedni, még egy előre lépése ilyen szituációban. Az Eaglesnek pedig azt gondolom, hogy most már nem maradt más hátra, mint ahogy arra az előbbiekben kitértünk, a hosszú passzokkal kell operálni. Most már tényleg elérkeztünk arra, legalábbis az első fél idő zárásaként, hogy nincs mire tartalékolni. Ideközben Antonio Ruinnak a nyakát kell masszírozni. Azt is megtudtam egyébként friss információnként, hogy többen is úgy vállalták a játékot az Entroners együttesében, hogy kisebb sérüléssel bajlódtak, de senki nem akar természetesen lemaradni az idén nyitóról, így mindenkit sikerült összedrótozni, és akkor nézzük 25 másodperccel a vég előtt. Három elkapó, ez nagyon veszélyes helyzet, itt biztosan passz jön Crawfordnek, vagy a 14-es számú játékosnak, irányító kimozdul, és kint van. És megadja a bíró az elkapást, úgy néz ki, hogy nem láttam annyira tisztán erről az oldalról. Azaz a játékosnak mind a két lába le kell, hogy érjen bent a pályán. Az a hivatalos elkapás ilyen szituációban, nagyon közel vagyunk a sidelinehez. Pap Daniel pedig megint csak letette a névjegyét, akit egyébként az elmúlt szezonban a legjobb rövid védőnek. Passz megint, dupla passz jön ki. Ott le kell kapcsolni. Új, nagyon nagy ütközés! Azt a mindenit! Leholtották a villanyt! Te jó ég, mekkora szerelés volt! Azt a mindenségét neki! Úgy gondolom, hogy a Crawford ezt eltévesztette, hogy hova jött játszani ebben a helyzetben. Mint tapasztalt játékos, neki nagyon kell tudnia, hogy milyen korlátokon belül szabad dolgoznia, és ez nem az a korlát volt. Ott a 99 rendkívül nagy szerelést adott le neki. Tudja, hogy
Hát Oscar Sepp, amit itt most kiosztott, azt nem tette zsebre az Eagles játékosa, az garantált. 6 másodperc van hátra a második negyedből, ennyi választja el az Antoners, hogy 7 pontos előnnyel mehessen fél időre, és azt követően ebből építkezzen majd a másodikban. És megint csak passz, lefújták a blitzet, itt passzra védekeznek, megint mozdul ki az irányító, és úgy néz ki, hogy nem találja a célját. Ki tud szabadulni itt, nagyon veszélyes helyzet, Szep érkezik. Meg kell fogni Mészáros Márkot. És meg is fogják Mészáros Márton, megvan az. Ajajajajaj, csak erre szabaduljanak az indulatok. Mészáros Mártont kapcsolta le Jibril Reger, aki oda is mosolyog neki. Öreg megfogtalak, nincs miről beszélni. Itt azt gondolom, hogy minden szempontból jól jön most a szünet. Igen, igen, itt mindenki szépen lenyugod. Nem fognak senkit kidobni a játékból, és az a legfontosabb. Itt szépen hátrált az Entronesnek a védelme, ilyen szituációban még hátrább állsz, és ezért tudta a 14-es játékos ilyen simán elkapni azt a labdát, mert inkább előtted engeded ezt az elkapást, és biztosítod azt a játékost, hogy ne tudjon pontot szerezni. Nagyon szépen megoldotta ezt az Entronesz. Ezt a nagykönyvbe így írják le, és le is vonulnak a pályára fél időre. De ami az indulatoknál sokkal fontosabb az, hogy 7 pontos előnnyel vonulhat pihenőre a Fehérvár Entronesz együttese, 13-6-ra vezet Pál Tibor Kornél alakulata, innen folytatjuk majd tovább a közvetítésünket, tehát fehérvári erőnyörön maradjanak velünk a továbbiakban is. Thank you.
és akkor jöjjön a Bluebirds Cheerleader csapata. Sándor Gergőt és Márkos Zsolnékat megkérek, hogy adjon helyet a hölgyeknek. Nézzük meg az ő produkciójukat. Thank you.
7 pontos előnyről folytatódik tovább, kedves nézőink, a második játékrész a Budapest Eagles-Fehérvár Entroners Divízió 1-es bajnoki idény nyitón. 13-6-ra vezet tehát az Entroners együttese, és továbbra is Goricsán Márióval, állandó szakkommentátorunkkal fogjuk tovább nézni a mérkőzést, aki, ha szabad ezt mondani, nem is annyira állandó, hiszen az április 16-ai Entroners mérkőzésen, ahogy beszélgettük, és hogyha ez már elmondható, akkor te is már pályára lépsz. Hogy várod azt az összecsapást, illetve még marad vennél a találkozónál, milyen érzés az, hogy most már látod a társakat, és ismerkedsz ugye az együttessel, amiben majd te is játszani fogsz 2 hét múlva. Hát amikor megkaptam a telefonhívást 3 hete ezelőtt, akkor kicsit meglepődtem, de ugyanakkor örültem, azaz tavaly már az utolsó meccsre kijöttem, nagyon tetszett, amit láttam, és reménykedtem, hogy folytatják a jó munkát. 3 hete megkaptam a hívást, és természetesen igent mondtam, kimentem az edzői meccsekre, ilyen felkészítő barátsági meccsekre, és ott is csak erősödött bennem ez a vágy, hogy tényleg jó munkát végeztek, szeretnék ehhez csatlakozni, segíteni, ahol tudok. Nyilván itt senkinek nincsen biztos helye, meg kell dolgozni mindenért, de amennyivel hozzá tudok járulni, április 16-ától megteszem. Egyébként, ha már itt tartunk, április 16-án majd a Miskolc Renegades ellen játszik bajnoki mérkőzést az Entroners, ez csak a rendkedvéért a Divízió 1-es bajnokságban, az Eagles-en és a Miskolc Renegades-en kívül a Gladiators, vagyis a Debrecen és Szolnok közös csapata, illetve a Budapest Cowboys 2 ellen játszik majd ebben a szezonban az Entroners együttesed. Na, de ne szaladjunk még ennyire előre, hiszen még például ebből a mérkőzésből is hátra van 2 negyed. Úgyhogy mindenképpen még izgalmas hátralévő időszak vár ránk, és a második játékrész majd a Fehérvár Entroners kezdőrúgásával, kickoffjával kezdődik, amelyet szokás szerint 5-ös számmal Zács György végez el, és kíváncsian várjuk majd, hogy mi lesz a második játékrészben. Véleményed szerint mind múlhat a siker egyik, illetve másik oldalon? Szerintem a hibáknak a csökkentése. Nagyon sok hibát követett el, és például... Ajaj, ez viszont most egy óriási hiba. És ez hatalmas hiba lehet. Ez hatalmas hiba. Ilyenek sajnos nem férnek bele Fehérvári részről. Gyakorlatilag mondjuk ki nyugodtan, rémálomszerűen indul a második félidő a Fehérvár Entronersnek. Mészáros Márton egy hihetetlen visszahordással jutatja újabb pontokhoz a Budapest Eagles együttesét, és följön 13-12-re, vagyis pillanatok alatt elolvadni látszik a fehérvári előny, amiért annyira megdolgozott a csapat a második negyedben. Igen, semmiképpen nem ideális helyzetről van szó itt, de ha kell egy pofonnak jönnie, akkor legyen az a másik fél időnek az elején, és onnantól már csak fel lehet ébredni, és tovább csinálni azt, amit az első fél időben csináltak, persze kevesebb hibával. És nézzük, hogy azt a rúgást be tudja-e tenni az Eagles. Egyébként ez a... Csak megvárom a rúgást, és azt követően elmondom majd az észrevételemet ezzel kapcsolatban. És nem blokk. Sikerül! Kiváló blokk! Ez élő labda! Ebből lehet még bármi. És Eagles játékos vetődött rá. Ez az Entronersnek a támadó egysége fog jönni egy kickoff után. Viszont ami ennél sokkal fontosabb az, hogy nem tudott kiegyenlíteni az Eagles, ez viszont most egy komoly fegyvertény lehet, hogy ez sikerült kibekkelnie az Entroners együttesének. Igen, úgy néz ki, hogy az Entronersnek sikerült felébrednie a pofontól, már az extra pontnál is. Reméljük, hogy folytatják ezt az ébredezést, és erős támadással fognak kijönni. Mindenképpen szüksége van a hibamentes támadásra. És bocsáss meg, csak annyit szerettem volna, hogy észrevételként érdekességképpen elmondani, hogy ez a második fél idejé kezdett engem egy picit, megmondom őszintén, a Baltimore Ravens és a San Francisco 49ersnek a Super Bowl-jára emlékeztetett, amikor úgy kezdődött konkrétan a második fél idő, hogy egy hasonló visszahordással tudott újabb pontokat elérni a Baltimore akkor, és ugyanúgy, mint ahogy akkor a San Francisco, az Entroners is egy picit bent maradt az öltözőben, no de azért ezt tegyük hozzá rögtön, a csapat védelmében sikerült is azért korrigálni a pluszpontot követően, hiszen ott egy kiváló blokkot láthattunk. És itt van az Entronersnek hasonló lehetősége, hogy visszaadja ezt a kezdetet. Nekünk is ugyanannyi lehetőségünk van egy ilyen szép visszahódásra. Antonio hátul várja a labdát, és ha rövidre megy ez a labda, akkor biztos 100%-ra tudom mondani, hogy szándékosan nem akarnak neki rúgni. És így van. És igen.
És kijött a labda, és Eagles fog jönni sajnos. Hát igen, ez a kezdet nem, amit az Entroners akart a másik fél időben, az biztos. Takács Pál volt az, aki elkapta egyébként végső soron a labdát, legalább két-három embernek a hón alatt is elcsorgott a labda. És milyen érdekes a sportágnak, illetve magának a sportnak is a lélektana, ugye, hogyha beszéltünk az első félidő vége fele arról, hogy az Eagles nincsen ritmusban, nincsen bent a mérkőzésben, nem érzik az elkapásokat, a védekezéseket, akkor ez most egy picit talán igaz az Entronersre is. Igen, és mint lehetett látni, a Mark defensive kapitány 99-es mezzen nyugtatja a defense. Nincsen semmi vészve, játszani kell. Futójáték jön az Eagles-tól, és jó szerelés, Remy Sepp, Javier Reagan, három játékos ott van megint, így kell csinálni. Ők ketten kiváló, biztos pontoknak számítanak, mindig kiválóan értek megint csak oda, és ez is egy örvendetes dolog, hogy ketten együtt nagyon jól érzik egymást, kifejezetten jó az összhang közöttük. Igen, ritmusba érkeznek, tökéletesen megoldják ezt a defensive feladatot. Nagyon óvatosan kell nekik is lenni. Az első fél időben is észre lehet venni, hogy az Eagles altatott a futással, és a másik fél idő végén előszedték a 14-es fegyverüket, az elkapót. Hasonló dologra várok a második fél időbe. Aj, de gyönyörű szerelés! Pokróc kemény szerelés zászló. És egy zászló szabálytalanság az Eagles-től. A play után hátba ütötte az Entroners játékosát. De nagyon szép szerelés volt, nagyon jó érkeztek a védőjátékosok. És ami a legfontosabb, hogy lábra érkeztek. Ilyen playnél csak így lehet megoldani. Egy óriási butaságot láthattunk most az Eagles védelmétől. Ez 15 yardjába került, ez a fölösleges sportszerűtlen magatartás, amit ugye te is említette, hogy hátba csapta az Entroners játékosát, a vendégek védője. De ez kimondottan kecsegtető lehet a fehérvári védelemnek, hiszen azért tényleg mentálisan, ahogy megyünk majd előre a találkozóban is, ahogy egyre inkább a találkozó vége felé közeledünk, egyre inkább demoralizálóak lehetnek majd ezek a megmozdulások. Hiszen itt nem csak magával szúr ki, hanem egy egész csapattal. Igen, itt nagyon észnél kell lenni, a hibákat nagyon az első fél időbe kell hagyni az Entronersnek, de gondolom az Eagles is hasonlóan gondolkodik. És úgy néz ki, hogy mind a két oldalon a másik fél időben is kicsit sikerült bent maradni az öltözőbe pillanatokban. Na nézzük akkor Oswald Ádám most mit választ, rövid volt a passz. És akkor Jubi elindul. És ki van a labda, kint van a labda. Megvan, és lehet visszahordani, de azért vigyáznia kell. Menjünk nagyon be a fehérvári játékosnak, hogy ki ne ejtse a labdát, repül ismét a sárga zászló. Hát igen, ez úgy néz ki, ha hátulról repült, hogy ez megint csak a Budapest Eagles ellen lesz ez a zászló, de várjuk meg, hogy a bírók mit mondanak. De egyébként igen. Kevin Sepp volt az, aki összeszedte a labdát és megpróbálta visszahordani. Igen, mondjuk ezt meg lehetne említeni, hogy három testvérpár alakítja a linebacker sort az Entronersnél. Nyilván, ha együtt nősz fel, együtt játszasz kiskorod óta, tudod pontosan a másiknak a mozdulatait, ez rendkívül nagy segítség. Ezt éveken keresztül kell gyakorolni, egy csapatnak együtt maradni, hogy ugyanezt elérjék, ezt az összhangot, és náluk szerencsére mindhárman imádják az amerikai focit, rendkívül jól játsszák az amerikai focit. Csak a rendkedvéért egyébként, ha már ugye a Sepp fivéreket említetted, ugye Oscar Rémi és Kevin alkotják a holland-magyar légiót itt, Székesfehérvárot, és ők azok, akik ugye az elmúlt év szeptemberében érkeztek, és akik, mint ahogy azt a mellékletábra is mutatja, nagyon jól érzik egymást. Sípszóra folytatódik majd tovább a találkozó, de most már annyi kiegészítéssel, hogy a fehérvári támadósor a pályán erős márkal. Hát ez defensive pass interference volt. Itt... Hát azt gondolom, hogy aki ezt a szabálytalanságot nem látta, annak mindenképpen érdemes elgondolkodni egy optikai vizsgálaton. Nincs ez alól kivételen, azt gondolom, a játékvezetői gárda, hiszen teljesen nyilvánvalóan látszódott, hogy már jóval a passz előtt
rajta volt a lökés és a nyomás. Igen, hát ilyen helyzetben a védőjátékosok nem szabad hozzájönni a támadó játékosnak addig, amíg a labda nincsen elkapható távolságban, azaz keze körül valahol ott van a labda, és akkor is a labdára támadva szabad csak ezt a szerelést megoldani. Ebbe védik a támadó játékosokat. Nézzük erős már újabb kísérletét, Bakonyvári Patrik. Magától értetődő természetességgel ismételten egy jó elkapást láthattunk. Nagyon magabiztos játékosról van szó. Szóval azt kell mondom, hogy a mai mérkőzésen bemutatta, hogy ő tartozik a Divízió 1-hez. Ő úgy játszik, mint egy Divízió 1-es játékos. Meg is engedném magamnak, hogy HFL-ben is ritka az az elkapó, aki ilyen nyugalommal, ilyen lazasággal játssza az elkapói posztot. Harmadik és öt. És futójáték az Antonio-től. Labdát biztosítani kellene ott Antonio-nak, nagyon lazán tartotta egy kézzel. És most nagyon kíváncsi leszek arra, hogy azt a bizonyos kulcsfontosságú 5 yardot, hogy sikerült-e megtenni. Én magam úgy látom innen föntről, hogy azért az megvan, de azért várjuk ki mindenképpen, hiszen azért nem úgy vagyunk, mint egy NFL-es közvetítésnél, hogy pontosan látjuk, hogy hol van ugye a first down-nak a helye. Igen, és úgy néz ki, hogy rövid. Negyedik és három, úgyhogy rövid volt, amit ugye most az eredményjelző táblán látunk. Kettő hiányzik. De úgy néz ki, hogy az Antonio az úgy gondolt, hogy neki megy ennek a negyedik próbálkozásnak. Na lélektani szempontból viszont ez most nagyon fontos, ha bejön, már pedig bejön! Pakonyvári Patrik révén megint csak ismételjük magunkat az unalomig, amit persze nem fogunk sose megunni. Újabb sikeres elkapás, és ezzel megvan a first down, és amit tényleg kiemeltél, hogy az a fajta higgadtság, amit ő képvisel, az párját ritkítja, nem csak ebben a divízióban, de adott esetben mondjuk egy osztálya feljebb a HFL-ben. Igen, az elkapók, kell tudni, hogy az elkapó azért megy el elkapónak, mert azt akarja, hogy a figyelem rajta legyen, élvezi a figyelmet, de ugyanakkor nagyon higg, nagyon nyugodt játékosnak kell lenni, mert rendkívül gyorsan történnek a dolgok körülötte. És egy passz megint Marktól. Ajj, a mindenség itt neki. 5 cm-en hiányzott, megkockáztatom, hogy Sándor Gergő el tudja kapni. Igen, úgy néz ki, hogy még a többi elkapó nem tudott felzárkózni ehhez a nyugalomhoz, ehhez a biztonságos elkapásokhoz. Reméljük, hogy még a mérkőzésen látni fogunk szép elkapásokat tőlük is. Ami viszont a legfontosabb most ebben a helyzetben és szituációban, hogy 30 yardon belül van az Antroners együttese, ami adott esetben, ha mondjuk nem sikerülne a drive-ból touchdown bevinni, de akkor is egy field goal-lal lehetne operálni. Szakácsi Ákos hamar lekapcsolták, de sárga zászló ismételten a pályán. Igen, és nagyon hátulról repült ez be. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit látott a bíró onnan hátulról. De igen, ezen lehetett látni, hogy a védők nagyon gyorsan odaértek a futóra. Nagyon hátulról indították ezt a futást, azt kell mondjam, talán egy kicsit túl mélyről. Ilyenkor kockázatos, hogy fel tudsz-e érni ugyanarra a pontról, ahonnan elindultál. Talán ezt egy kicsit sekélyebbről indítottam volna el. És akkor talán lett volna esély még egy kicsit hozni is belőle. A játékvezetők azonban még mindig tanakodnak, ami viszont tény, hogy második és 10 jöhet majd. És úgy néz ki, hogy az Antonio-s javára. Automatikus első kísérlet, vagyis first and goal. Ez nagyon kellett. Bármi, nem hallottam, hogy a főbíró mit hívott be. Akadozott ugye, kedves nézőink, nem tudom, hogy mennyire hallják ugye a közvetítésen keresztül. Mi is csak annyit hallottunk, hogy face mask, és kész, onnantól kezdve elment a hang. Óriási butaság és rutintalanság az Eaglesnél. Ez pedig azért borzasztóan érdekes, mert az Eagles azon kevés csapatok egyik a Divízió 1-ben, illetve azt megelőzően Divízió 2-ben, akik többek között azt is megengedhetik maguknak, hogy 8 edzőt foglalkoztassanak, élen ugye Boda Gáborral. Tehát, hogy az ilyen hibák egyszerűen, nem értem, hogy hogyan lehet benne a játékukban. No, de mindegy, nézzük, erős Mark. First és elindul a Mark. És nagy ütközésbe megy bele, de szerencsére Mark nagy testű irányítónak számít, és úgy néz ki, hogy ezeket az ütéseket rendkívül jól bírja. Feláll, semmi gond, hátra sétál, és már készen áll a következő játékra. Egy pénteki interjúban emelte egyébként ki, hogy ő az ő véleménye szerint attól jó egy irányító,
hogy nem csak beszél arról, hogy hogyan kell keményen játszani, hanem adott esetben ő az, aki hátára veszi a csapatot, és ő maga mutat példát a többieknek, hogy lám-lám, így kell ütközni, és így kell vele menni egy kőkemény küzdelembe. Ennek láthattuk most egy nagyon szép példáját, második kísérlet. És futás lesz közép. Ismételten hamar lekapcsolták Antonio Ruend. Igen, ezeket a futásokkal közel a goal line-hez, ezzel azt tudják elérni az Antonio-hezek, hogy próbálják altatni egy kicsit a defense-et, és lehetőleg a rövid passzok ott lesznek. Nagyon behúzzák a védőjátékosok középre, nagyon koncentrálnak a rövid futásokra, mint általában Magyarországon a csapatoktól várható, és talán kinyitja az utat a rövid, gyors passzokra, amit elég szépen tud megdobni a Márk. És ami megint csak egy érdekesség, beszélgettünk erről egy picit az első fél időben és az időnek a fontosságáról. Jól láthatóan az Eagles már most elkezdett játszadozni az idővel, hiszen ugye futott volna tovább az óra, de azonnal kikérték az idejüket, magyarán már most érzésem szerint már most próbálnak azért játszadozni az idővel. Igen. És egy picit kizökkenteni talán a fehérvári csapatot a lendületből. Igen, ez is van benne, hogy nem akarják feltétlenül, hogy az Antron ezt a menetet tudja folytatni, megtörjék egy időhívással, átbeszélik, hogy pontosan úgy fel tudják állítani a védelmet, ahogy szeretnék, figyelni a rövid passzra, esetleg valamit, amit az edző észrevett, hogy mi jöhet. Érdekes lesz ez a következő play, hogy mit tud kihozni belőle az Antronius. Közeleg húsvét, és azt gondolom, hogy a legtöbb Antronius szurkoló most kiegyezne egy touchdownnal is, ami... És megvan a first down! Touchdown! Az újabb touchdown kapujában van a Fehérvár Antronius együttese. Meg is adták, bocsánat, elnézést. Megvan az újabb touchdown. Hát igen, amit korábban mondtam, hogy a három futás egymás után megtette a hatását, behozta a védelmet, a linebackerek nagyon szűken álltak fel a falra, nagyon felálltak a falra, és az kiürítette pont azt a tért, amit egy slant, egy éles 45 fokkal beforduló futást meg tudott oldani az elkapó. Tökéletes volt. Nézzük Zács Györgynek a rúgását, ami újra jónak bizonyult, úgyhogy 20-12-re módosul az eredmény, és elnézést ezután is, hogy az előbb ugye nem emeltem én se a hangomat, csak a biztonságedre az utolsó pillanatig kivártam, hogy vajon meg lesz-e az a bizonyos touchdown, hiszen ugye nem vagyunk vonalban értelem szerint, így nagyon-nagyon nehéz innen a lelátóról megállapítani, hogy vajon megvolt-e a touchdown. De megvolt, hála annak a jóinek, és azt gondolom, hogy ha Antonio Ruin megérdemelt azt a két touchdown futást, akkor ez mindenképpen elmondható a Bakonyvári Patriknak is, hogy neki is kiárt már egy touchdown, hiszen fantasztikus teljesítményt nyújt. Pontosan, ez megkoronázta a mai napi munkáját, úgy gondolom. Kíváncsi leszek arra a statisztikára, amit produkált a mai meccsen, mert elképesztően hatékony és hibamentesen dolgozik. És nagyon érdekes most megnézni egyesével a pályán lévő, illetve a pályáról levonuló Eagles játékosok arc kifejezését. Ők is érzik, hogy nem csak hogy egy más meccs, de egy más divízió is ez. És még egy rugás, úgy néz ki laposabb, pattan egy nagyot, és nem tudja megfogni az Eagles játékos. Ez jó lehet az Antronioznek, csak jönniük kell, és begurul a labda az endzone-ban. Ez azt jelenti, hogy a 20-astól fog jönni az Eagles. Ha a labda be tud gurulni, vagy átmegy az endzónon túl is, ami elég ritka, rugó tudja ezt megoldani, de ha megoldják, akkor automatikusan a 20-astól indul a támadó egység. Egyéb esetben azt is érdekes elmondani, hogy mondjuk a, csak mint érdekességképpen, hogyha mondjuk egy nagy levegőben történő rúgás van, de mondjuk a futójátékos közel helyezkedik az elkapóhoz, és ha felemeli a kezét, ezt nevezik ugye fair catchnek, vagyis onnan folytatódik majd a visszahordás, ahol ugye emelte a kezét, ahol elkapta a labdát, de nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha emeli a kezét az elkapó, akkor nem érhet hozzá egyetlen egy játékos fontosan sem, így védve őt. Még egy futójátékos, és fumble, kint van a labda, és úgy néz ki, hogy ott van egy Antronius, és egy Eagle. És megvan! Megvan! Védelem szerez egy touchdown, hihetetlen, Remy Sepp. Remy Sepp touchdownjával növeli előnyét az Antronius. És hogyha azt mondtuk, hogy demoralizáló volt az a bizonyos visszahordása az Eaglesnek, hát akkor mit mondjunk erre?
másfél percen belül két touchdown-t szerez a Fehérvár Entronels együttese. Rémi Szepp szintén nagyon megérdemli ezt a touchdown-t, hiszen az ő vezérletével kiváló lábakon áll a védelem, és ő is nagyon oda teszi magát a mai meccsen. És említsük meg megint csak a testvérpárt, mert ez Kevin Szepptől jött ez a labda kiszabadítás. Nagyon jó helyre tette a kezét, amikor érkezett a támadó játékosra. Pont ahogy tanítják, a hónalja próbálta betenni a kezét, és kiszabadítani azt a labdát. Egy védőjátékosnak nem csak az a lényeg, hogy levigye a játékost, de próbálja kiszabadítani ezt a labdát, és itt most tökéletesen sikerült, és a testvéres kísérte, és bevitte azt a labdát. Nagyon szép játék volt tőlük. Ott óvatosan kell lenni az Entronersnek, hogy megfelelő játékmennyiséggel lépjenek fel. Azaz 10 játékossal is el tudod indítani ezt a rugást, de nem szerencsés. És akkor Zács Györgynek jöhet ismételten a rúgás próbálkozása, 27-12 lett. És úgy néz ki, hogy hosszú volt, de zászló van, úgy néz ki, hogy az Eagles elkövetett egy szabálytalanságot, azaz egy játékos próbált még pályára kerülni. És reméljük, hogy ebből még az Entronőz jól jön ki, és még egy rúgás próbálkozása tud jönni, és kijavítani ezt a hibát. A special teams, amihez tartozik a rugó egység is, rendkívül fontos tud lenni egy meccsen, döntő egységnek tud számítani. Ha egy erős, speciális egységed van egy mérkőzésen, egy 2-3 ponton is tud múlani, és ők fogják ezt eldönteni. Ezért ennyire fontos ezek az rugások, és begyakoroltnak kell lenni. Bár most szerencsére nem 2-3 pontos előnyben van az Entronels, de adott esetben természetesen nagyon fontos. És ez jobb. És meg is van az újabb pontja az Ács Györgynek, egészen pontosan a harmadik már a találkozón, 27-12. És emeljük ki nagyon-nagyon gyorsan, hogy borzasztóan sok van még hátra a találkozóból, de az elmúlt 3 perc történései azt gondolom, hogy előrevetítik azt, hogy óriási lépést tett a győzelem felé az Entronels. Beszélgettem a meccs előtt az Entronels edzőivel, és a védelemről azt mondták, hogy igazából a védelem meg a támadás érdekes egy egység. Van olyan meccs, amikor az első fél időben már élesen jönnek ki, de van, amikor egy kicsit laposabban, és aztán magukra ismernek, és rettenten koncentráltan jönnek ki a második fél időben, és szerintem ezt látjuk most, az igazi Entronels futball a pályán második fél időben rendkívül jól játszanak. És azt gondolom, hogy meg is érdemli maga a csapat is a dicséretet, de azok a szurkolók is, akiknek pedig a játékosok hálálják meg azt, hogy gyakorlatilag megtöltötték a fő tribűn, újra hát mintegy 2500-an. És megint egy lapos rugás az Entronőr, ez szerintem most már szándékos az ő számukról. Nem akarják a 14-es kezébe, hogy kerüljön az a labda, ők se. Stratégiai döntés, és az Eagles fog indulni a 41-42-es yardtól. Ami a Fehérvár Entronőrsznek, Antonio Ruen, az a Budapest Eagles együttesének Mészáros Márton, aki azt a bizonyos, rendkívül jó visszafutás, visszahordást csinálta meg a második félidő elején, de azóta momentuma nem volt az Eaglesnek, pontosabban csak a sárga zászlós momentumokat tudták növelni a találkozón eddig. És most ez a védelmi felállás, ez nagyon kulcsfontosságú lesz a meccsben. Ha itt meg tudják állítani az Eagles-t, akkor az nagy lendületet fog adni. Futójáték, és úgy néz ki, hogy megint leszerelték a futójátékos. Óvatosan kell bírni ezzel, azaz az Eagles megint csak tudja altatni az Entronersnek a védelmét ezzel. De reméljük, hogy a cornerback-ek, akik itt kint a szélén, a pálya szélén védik az elkapókat, nem alszanak el, koncentrálnak, figyelnek a feladatra, és amikor szükség lesz rájuk, akkor el tudják látni a feladatjukat. Második és 8, hatalmas lehet most a nyomás. És úgy néz ki, hogy jön egy blitz. Úgy néz ki, hogy Kevin Szelp egy kicsit elhamarokatta azt a blitzet, majdnem túllépte a vonalt, és még egy futójáték, és le is viszi. Lekrinszky Márk, az együttes, illetve a védekező egység csapatkapitánya döngölte bele a földbe Osvald Ádámot. A többek között ezért is ő a kapitány, illetve ezért is szerződtették Fehérvárra
Lekrinszky Márkot, akinek egyébként csak érdekességképpen mondjuk el, hogy a beceneve a gőzmozdony, hiszen ezt a becenevet még Egerben ragasztották rá, amikor az Eger Heroes-ban játszott, és azért lett gőzmozdony a beceneve, mert úgy döngöli bele az ellenfeleit a földbe, ahogy mondjuk a gőzmozdony, megszolgálta ő is a becenevét, maradjunk annyiban. És egy passzjáték jön, ez várható volt, rövid passz, és érkezik a nagyon szép ütközés! Nagyon szép ütközés! Leoltotta a villanyt Pap Dániel! Óriási szerelés volt megint csak! Egyik legjobb cornerback a divízió 1-be, azt kell mondjam, mert szerintem tavaly kis emelkedő szerepe volt a védelembe. És emeljük azt ki vele kapcsolatban mindenképpen, hogy ő lett az elmúlt szezonban a divízió 2-es bajnokságnak a legjobb hátvédje. Tehát nem akárkiről beszélünk. Igen, itt tisztelni kell ezt a fiatal embert, és úgy néz ki, hogy próbálkozott az Eagles egy kicsit, de bebizonyította, hogy muszáj tisztelni az ő oldalát. Nem feltétlenül kéne ebben még egyszer próbálkozni ezekkel a rövid passzokkal. És egy idő után most már elgondolkoznak, én azt gondolom, hogy az Eagles házatáján is, hogy ha ez sem működik, vagy erre az sem működik, ami eddig ült, akkor mi újat tudnánk csinálni? Biztos lesznek egy kicsit, ahogy haladunk az időben, merészebb próbálkozások. Ilyenkor szokott a támadó egység kinyillani, úgymond, hogy elmennek a szokásostól, ami működött a futás, a rövid passzok, és akkor próbálják a hosszabb passzokat. És ha nem vagy hozzászokva, nem vagy gyakorolt azokban a helyzetekben, akkor simán belefuthatnak egy interceptionbe, ahol csak jól jöhetnek az Antroneznek. Kíváncsian várom, hogy mivel jönnek elő az Eaglesek, és azt kívánom, hogy az Antronez meg higan maradjon, és ez a védelem csak jobban és jobban teljesítsen. És ami megint csak kiemelendő, hogy az idő most viszont már nem az Eaglesnek dolgozik, hanem az Eagles ellen. Hiszen ilyenkor már mindannyian tudjuk, hogy borzasztóan tud menni ez a bizonyos idő, és egyre több lesz majd a kapkodás is. 4.9, így punt következik. És ahogy mondtam, ez az előző menetelés nagyon kulcsfontosság volt, ezt hagyni kell menni innen. Ő lopta bele, ő ért hozzá, defensív játékos ért hozzá. Egy kicsit trükkös akart lenni itt az Eagles játékos, azt kell mondanom. Próbálta ráütni a labdát az Antroneus játékosra, aki nem feltétlenül figyelt, de ez egy halott labda, úgymond, és jöhet az Antroneus. Ez nagyon kulcsfontosságú megállítású. Ilyen helyzetben 5 perc van vissza a harmadik negyedbe, te vezetsz, vagyis Antroneus vezet 15 ponttal, ez nagyon kellett. Ha most nagyon szépen hosszan tudják menetelni, felemésztelni ezt az órát, ezt az 5 percet, itt szerintem elég sok futást fognak látni, stratégiailag passzolgatni fognak, szerintem elég sok futást fognak látni, hogy az óra ketyegjen, lemenjen. Antonionak most nagyon fontos szerepe legyen, meg a falembereknek is, hogy megvédjék a nagy ütközéseket. Kinyissák a sávokat, és engedjék, hogy haladjon előre, lassan, de biztosan. És itt is az opció, nagyon jó blokk, és Antonio mehet. Erről van szó. Egy picit talán azt sajnálhatjuk, hogy ugye végül ki kellett vinni a pályáról a labdát, de vajon miért van sárga zászló? Igen, itt egy falembereknél repült itt bent. Remélem, hogy nem a 75-ösnek a mozdulatára volt. Fővényesi Marcell megmozdulását ítélte szabálytalannak a játékvezetői gárda, így 10 yardos büntetésben részesült holding miatt a Fehérvár Antroneus. Igen, nagyon kár ilyen szép play után, ezt nem akarod látni, hogy valamelyik blokkolót szabálytalankodott. Antonio biztos mérges ilyen szép megoldás után, de el kell felejteni és a következőre koncentrálni. Első és 20. És passzjáték jön. Ajjajjaj, előre fumble. Jött a ez fumble, előre jött a keze. Reméljük, hogy a bírók is nem. Megadták az Eaglesnak. Az utolsó pillanatban még szerencsére legyen mondva, Zsákovics Kevin meg tudta állítani az Eagles játékosát. De ezért a hibáért most óriási kár. Igen, itt a játékos is hibázott, de úgy gondolom, hogyha lenne rá lehetőség, mint a profiknál az NFL-ben visszanézni ezt a hívást. Szerintem látnánk, hogy a Marknak a keze előre ment abban a passzal, és ha már előre megy a kezed a passzal egy irányítóként, és kijön a labda, az egy, nem egy fumble, hanem az egy előre passz, ami nem sikerült, és akkor onnan jönne az Antron, ez az előző kezdetől. Nézzük meg, hogy ki tudják ezt védeni.
Igen, időkérés, itt át kell beszélni, hogy pontosan mit akarunk. Azért is, megmondom őszintén, nagy kár ezért a helyzetért, ezért a kialakult szituációért, mert ahogy említettük, egyáltalán nem volt meccsben az Eagles, és most gyakorlatilag a semmiből hozhatja vissza az Entroners az Eagles-t. Igen, ez adott nekik egy kis lendületet, nagyon jó pozícióból fognak indulni innen már majdnem biztos, semmi nem biztos az amerikai fociba, de itt nagyon közel vannak, itt a védőegységnek nagyon koncentrálni kell, hogy mit engednek, mit nem engednek. Itt az éles, rövid passzokra kell figyelni. Láttunk az Eagles-tél már ilyen rövid kis passzokat ki a szélre, ami nem feltétlenül előre indították a passzot, de onnan rendkívül ügyesen tudtak kimozdulni és előrevinni a labdát 5-10 yardokat. Úgy gondolom, hogy ezt talán látni fogjuk tőlük ezen a próbálkozáson. Szűk 5 perc van hátra egyébként a harmadik negyedből, 27-12-re vezet Pál Tibor Kornél alakulata a Fővárosi Egyesület ellen, vagyis a Budapest Eagles ellen. És mondhatni, most rajta van a világ szeme a Budapest Eagles-szal. 14-est figyeljük, hogy talán a 14-est fogják itt megjátszani, ha passzolnak. És futójáték, 14-es visszakapja a labdát. Mészáros Márton. És érkezik. Az utolsó végvárnál sikerült mondhatni megállítani. Igen, ez már majdnem biztos volt, hogy itt a 14-es fogják megjátszani. Bár nem passzoltak, rendkívül magas, erős, gyors játékosról van szó. Amikor ilyen közel vagy a goal line-hez, ilyen játékosoknak a kezébe teszed a labdát, mert akár magas passzokkal, akár erőszakos futással előre meg tudják oldani ezek a játékosok. Nagyon közel van az Eagles. Második kísérlet. Second and goal. 14 és megint kint a szélén, most már nagyobb ott a terület a jobb oldalon. És futójátékkal próbálja, és be is viszi. Sajnos be is viszik. Följön 18-27-re a Budapest Eagles együttese. Igen, nagyon nehéz helyzetbe hozta a támadó egység a védelmet. Itt nagyon nehéz lett volna megállítani egy ilyen kaliberű csapatot, mint az Eagles. És próbálkoznak két ponttal, próbálják bezárni ezt a távolságot pontban. Futójátékkal és zászló. Zászló van a pályán, itt valami bemozdulás lehetett, amit itt a vonalbíró láthatott. És felvette a zászlóját. Itt lesz némi megbeszélni való. Volt zászló a pályán. Egyébként aki a touchdown-t elért, az Zsila Dániel volt, 37-es számmal ő volt, aki az előbbiekben begyalogolt. Igen, nyilván, hogy amikor a defense védekezik, akkor teljesen fölösleges lenne újra próbálkoztatni az offense-t, aki megcsinálta még úgyis a játékot. Bezárkozik az idő, az 27-20, ez pont egy társadalmi különbség. És elérkeztünk oda, amiről sokat beszéltünk, hogy ezeken a hibákon mennyi minden múlik, hiszen az előbbiekben még egy picit azért jobban meg voltunk nyugodva, 27-12 volt, ami ugye 15 pontos differenciát jelent, és lám-lám egy szarvas hibából előfölzárkozott 27-18-ra az Eagles, majd ezt követően kockáztatott és ráment a plusz két pontos kísérletre, és mondhatni lőtávolon belül rekerült Boda Gábor együttese. Igen, azt kell mondani, hogy kihasználták a hibát. Nem csak az a fontos, hogy ne kövessünk el hibát az amerikai fociba, de az is, hogy kihasználjuk, amikor az ellenfél elkövet hibát. És itt azt kell mondanom, hogy a Budapest Eagles rendkívül megoldotta ezt a hiba lehetőséget. Kihasználták, pontot szereztek belőle. Reméljük, hogy az Entroners most vissza tud pattanni, és pontokat szerezni, ami mindenképpen szükséges lesz nekik. Ez a meccs még nincs leírva, nincs vége, rengeteg futball van még vissza. És most tapasztalhatja meg minden fehérvári játékos, amit kiemeltek a hétfői sajtótájékoztatón, hogy ebben a divízióban, ebben a bajnokságban egyszerűen nincsen helye a hibának, és az utolsó pillanatig koncentrálni kell, mert én megkockáztatom a divízió 2-ben, ez már nagyjából és egészében egy lefutott mérkőzés lett volna, de itt azért egészen más a helyzet. Na, itt végig fognak küzdeni, itt szerintem még lesznek bőven izgalmas pillanatok mindkét oldalra.
Szerintem itt még nem lehet óra menedzsmentről beszélni. Itt még fogunk látni hosszabb közepes passzokat az Entronerstől. Négy elkapó felállása indítanak, és passz is jön ki, úgy néz ki. Szép elkapás. Sikeres volt az elkapás. Még egy tockost is kiosztott időközben, de vendégek játékosa Nemes Ádám Tóth Nándornak. Nemes Ádám itt egy kicsit távol játszott az elkapótól, érdekes módon. Úgy néz ki, hogy engedik az Entronersnek ezeket a rövid passzokat. Nagyon tartanak szerintem a hosszú passzokról. Mint láthattuk a néhány hosszú indulaton, az Entronersnek az elkapóik rendkívül gyorsak. Hosszú elkapásoknál elég gyorsan a védelem mögé tudnak bújni. És úgy néz ki, hogy a védelem ezt észrevette, és picit enged nekik, hogy a rövid passzokat engedik, a hosszukat kivédik. Újabb sárga zászló a pályán. Sajnos Nagy Róbert 64-essel bemozdult, false startot ítéltek, egy 5 yardos büntetésben részesült a Fehérvár Entronners együttese. Le is hozzá az edző a pályáról, gondolom egy kicsit pihentetni a gondolatokat. Kicsit korán indult be ezen a play-en. Hogyan lehet egyébként megnyugtatni egy olyan szituációban egy csapatot, mint amiben most a fehérvári alakulat benne van? Tehát amikor már úgy érzik, hogy tényleg meccsben vannak, de aztán rájönnek, hogy ajaj, az ellenfél meg már itt van a sarkunkban. Itt a munkának a nagy része nem itt a meccsen történő nyugtatásnál, hanem edzésben, amikor az erőlétet edzések folyamatban vannak, és már úgy gondolja a játékos, hogy már nincs több benne, nem tud egy semmi többet kiadni magából, akkor jön az edző és követel még többet. És ilyenkor tanulja meg a játékos, hogy amit ő gondolt, hogy vége van és leírt, az edző jobban tudja, és tudja biztatni őket, hogy nincs itt vége, van még benned több, és amikor visszaemlékszik arra az erőléti edzésre, hogy igenis többet tudtam kiadni magamból, akkor jön az önbizalom löktet, akkor jön az, hogy igenis van még egy negyed vissza a meccsben, még egy annyinál is több. Amit az előbbiekben elveszített az Entronners, azt most vissza is kapta, hiszen most Antonio megindul, és megvan a first down. Azért azt gondolom, ez egy borzasztóan nagy előny lehet fehérvári szempontból, hogy egy olyan játékosnak tudod átadni a labdát futó játék esetében, akinél tudod, hogy mondjuk 99,9%-ban nem esik ki a labda. Igen, most szerintem az Entronners is át fog állni egy kicsit biztonságosabb játékra. Próbálják az egyszerűbb játékokat előszedni a play könyvből. Ez azért is, mert ami egyszerűnek tűnik, de sikerül, előre tudsz menni 1-2-3 yardot, az ad önbizalmat. És akkor előjöhetnek a kicsi komplexebb játékok, amit majd talán pontok szerzésbe is végződnek. Varga Bálint, tetebe nem volt yard, viszont van a nyakán jó pár ember. Nem sikerült ugye megint lyukat. Varga Bálint próbált meg előre haladni, azonban hamar feltartóztatták, jöhet majd a második és 10-es kísérlet. Igen, ezek a közép futások, ezek azok az egyszerű, amit igen, sikerült leadnom a futást. Előre tudtunk haladni, vagy ebben az esetben éppen csak visszaütni, ahonnan indultunk. Csapat van ugye a divízió 1-ben, és négy alapszakasz mérkőzés. És négy elkapóval áll fel megint az Entronners. Kíváncsi vagyok, hogy ebből talán passz jöhet. Két futójátékot követően ismét passzjátékot próbál meg erős Márk második és 11-nél. Megnyújtja. És elkapás! Tóth Nándor elkapása! És elkapás! Csodálatos! Hány yard lehetett ez? 30 yard legalább volt, én úgy érzem. Hát elkapástól 30 yard, de szerencsére bent tudott maradni még egy 10 yardig, még ott táncolt a vonalon egy picit a játékos, és éppen, hogy a 20-on belül vannak, ha jól látom innen. Ez rendkívül nagy elkapás volt. Úgy néz ki, hogy a többi elkapó is felébredt az Entronersnél. Ez jó látni. Maga nem csak Akonyvári Patrik van meccsben. És megint négy elkapóval. Úgy néz ki, ha nem megy a futás annyira jól, akkor passzoljunk. Na megint akkor passzoljunk még egyet. Erős Márk benyújtja, az magas. Magas. Igen, itt egy kicsit elkapkodták. Nem állt bele Mark a passzban, úgy néz ki, hogy a keze is egy kicsit fájlalja. Itt közel voltak a védő falemberek, és lehet, hogy amikor a karja jön lefele abból a passzból, ilyenkor nagyon könnyen bele tud csapódni egy sisakban, egy válvédőben.
nevezik ezt Red Zone-nak, ugye védelem szempontjából. De őt ismerve, ez a kis húzódás az meg se kottyan, ismételten beláll a harcba. 27-20-ra vezet az Entroners, és második és tízes kísérlet jöhet. És a védelem nagyon ott volt, ez nagyon ott volt a védelem, ez van olyan, amikor a playhívás nem passzol össze a védelemmel, és sajnos itt jött a blitz, a linebackerek már beindultak, ők nem várták meg a passzot vagy a futást, ilyenkor csak ráindultak a támadó játékosokra. Viszont ezzel sajnos 6 yardot hátrébb került az Entroners együttese, egy 3. és 16. Persze próbálnak, gondolom én, egy pár yardot itt is nyerni, de lehet, hogy már inkább Zálcs Györgyben bíznak. Ez mindenképpen egy passzjáték lesz szerintem, ha jól dönt. Igen, és passzjátékkal jön ki. Itt sikerült visszajönni az eredeti helyükre. Most, igen, itt egy nagy döntés lesz az Entroners részéről, hogy 3 ponttal el akarunk jönnie, vagy neki megyünk. És úgy néz ki, hogy 3 pontra rámennek a biztosra, próbálnak 10 pontot tenni a vendégcsapat és köztük. És most jött el megint az a pillanat, amit ugye mondtál, hogy mekkora szerepe lehet ugye a speciális egységeknek, a speciális teamnek az ilyen mérkőzéseken, és most jött el az a pillanat, amikor már tényleg számít az egy, vagy adott esetben a 3 pont a jutalomrúgásnál, illetve a field goalnál. Zács György, ajjajjaj, az sajnos nem lesz jó. Igen. Marad 27-20 az eredmény, amikor 25 másodperc van hátra a harmadik negyedből, és nem kell, azt gondolom, hogy Nostradamus-i képességekkel rendelkezni, hogy megállapítsuk, hogy borzasztóan kiélezett és szoros utolsó 12 perc vár majd. Ez a 3 pont a még tud hiányozni az Entronersnek. Ez kulcsfontosságú pont lett volna. Mindegyik pont az, de ez ilyen helyzetben rendkívül, amikor nem sikerült bevinni a touchdown, de még ott van ez a remény a 3 pontban, és ilyenkor nem sikerül, nem pont úgy, ahogy gyakoroltuk az edzésen. Nagyon bosszantó tud lenni, de jön a védelem, ami rendkívül erős az Entronersnek, és reméljük, hogy hátra tudják szorítani ezt a támadó egységet. És futójátékkal indít megint az Eagles. Az de kemény szerelés volt, illetve nem szeretném egy pillanatig sem elvenni az Eaglesnek a kenyerét, illetve a dicséretet a fővárosi alakulattól. De azért jobbára ezen a mérkőzésen az Entroners hibáiból él az Eagles. Igen, úgy gondolom, hogy távol se olyan közel mérkőzésről lenne szó, ha azokat a hibákat, amit az Entroners elkövetett az első fél időben és a második fél időben a nyitásánál, sokkal nagyobb lenne az a távolság, és van egy sérült játékos sajnos. Berek Richard jön le, és helyére pedig Kovács Bence érkezik. Berek Richard sajnos megsínylette ezt az előbbi ütközést. Reméljük, hogy egy kis kifordulás. Igen, a falembereknél nagyon veszélyes itt, amikor a szerelések történnek. Itt nagy kilók repülnek, és szállnak lábra. Megint futás az Eagles-tól. Időzve sárga zászló ismételten a pályán. És le is fut időközben. Az óra véget ért. Itt azért van 140-130 kilók, amik így landolnak a lábakra, bokákra, térdekre. És hát ilyen előfordul. De úgy néz ki, hogy túl fogja élni ezt a sérülést. Büntetésben részesítették Les miatt az Entroners együttesét, ezt azonban nem fogadta el. Az Eagles jöhet tehát első és tízről, amikor egy másodperc van hátra a harmadik negyedből. És futójáték még egyszer, úgy néz ki, hogy az Eagles nagyon szereti ezt a középfutójátékot. Eddig is sikeresen tudott vele menetelni. Úgy gondolom, hogy egy 7 pont hátrányban, amikor még van egy negyeded vissza, nem feltétlenül kell eltávolodnod a stratégiától, és úgy néz ki, hogy az Eagles ez nem teszi. Marad a futásnál, ami működött nekik eddig, és próbálnak ezáltal pontot szerezni és előre menetelni. Az mondjuk mindenképpen tudva levő volt kiindulva a múltbéli, illetve az elmúlt esztendőben lévő divízió 2-es bajnokság döntőjéről, hogy az Eagles inkább a futójátékra alapozza a stratégiáját, és ez ezen a mérkőzésen is megmutatkozik, de az mindenképpen egy pozitívum, hogy az időjárási körülmények inkább azért a passzjátékot segítik elő, és ebből láthatunk nagyon szép átadásokat, például az Entroners játékosától, erős Marktól,
hiszen számtalanszor megtalálta Bakonyvári Patrikot a szélen. És akkor következzék az utolsó 12 perce a mérkőzésnek, ami eldönti azt, hogy melyik együttes indítja majd győzelemmel az idei bajnokságot. Ami érdekes, hogy a pályán most már nem látjuk Crawfordot. Azaz a játékos, aki kapta azt a rettenetesen nagy ütést az Entronerstől az egyik play-en, pass play-en. Úgy néz ki, hogy az egyik támadó fegyverüket elvesztette az Eagles, az egyik pass támadó fegyverüket, és így egy kicsit visszahúzódtak a futásba. Megint futás az Eagles-től. Nagyon szépen megoldotta ezt, ha jól láttam, 37-es Zsila Dániel oldotta meg, és végül is Rémi Szepp volt az, aki odaérkezett, egy picit össze is kakaskodott a két játékos, de itt már azt gondolom már abszolút. Gyorsan indít az Eagles, megint egy futójátékkal, megint ki a szélére, és nagy szerelés. Igen, ezek fontos szerelések, amikor így oldalra fut a támadó játékos. Mindenképpen, amikor vezetsz, van 11-valahány perced a mérkőzésbe, itt szeretnéd, hogyha beljebb terjezzed a játékos. Úgy néz ki, hogy valaki sérült, és hívják is a mentőket. És legalább most már a negyedik játékos az, ha jól számoltam, aki ápolni kell. Ez nem szerencsés nap az Eagles-nak. Ez tényleg nem kívánom senkinek, hogy ilyen napja legyen a futballpályán, mint edző, mint játékos, mint esetleg szülő, vagy barát, vagy feleség. Ez nem egy szép látvány. És egy nagyon sportszerű eseményt láthatunk, hiszen a fehérváriak gyúrója Kreffel Viktor is ott van már bent a játéktéren, és próbál segíteni, amiben csak tud. Igen, az Eagles sérült játékosának. És aki még nem ismeri az amerikai futballt, akkor az egy télden a védőegységtől, vagy bármelyik csapattól, amikor valaki lesérült, ez egy tiszteletbeli jel, hogy a sérült játékossal vagyunk, jót kívánunk neki, ezt tiszteletből teszik a játékosok általában. Visszatérve a futójátékra, amit korábban kezdtem mesélni, hogy ha már az Eagles nagyon ráragadt a futásra, és oldalra szeretnének futni, vagy bent középpen, ilyenkor szerintem több szélső futást fogunk tőlük látni, mert próbálnak kijutni ide a szélére, hogy megállítsák az órát. Ilyenkor a védőjátékosnak az a munkájuk, hogy befele tereljék őket. Mindenféle játékonképp nem szabad, hogy kifele a külső vára engedjük azt a játékost. Itt láttunk egy pár védőjátékostól, hogy a külső kezével próbálta már elérni a futót. Ezt mindenképpen korrigálnia kell a defense-nek, gyorsabbnak kell lenni, és odaérni, és bezárni azt a sávot, és befele irányítani. A befele sávon már ott lesz a többi linebacker, nem lesz hova mennie. És úgy néz ki, hogy sikerült neki lábra állni, egy kicsit egy lábbal megy le a pályára, de a közönség, mint halljuk, tapsolja meg, és ez a szép enne a sportban. Ragó László adja el egyébként 23-assal a pályát az egészségügyi személyzet kíséretében. És akkor folytatódhat tovább a találkozó, és még egy mondat erejéig visszatérve azért a fehérvári védelemre, hiszen az előbbiekben ugye Papp Dániel ütközte le Ragó Lászlót, hogy jóval keményebb azért, jól láthatóan a fehérvári védelem, fizikális. És ez borzasztóan sokat számíthat azért a következőben. Most negyedik és négy, és neki megy az Eagles. Itt most már lehet érezni, hogy ők nem annyira magabiztosak az eddigi teljesítményükbe, és próbálnak. És stratégiai lépés volt ezt az Eagles-tól. Ez egy remek példa az amerikai fociról, hogy inkább hasonlít a sakra, mint a rögbire. Itt például egy kemény indítással próbálta az Eagles támadó egység becsalni a védelmet, hogy átugorjanak a labdán, és akkor emelte volna fel a beindítva a játékot, és akkor automatikusan meg lett volna az első down. Fegyelmezett volt nagyon az Entronersnek a védelme ebben a pillanatban, nagyon fegyelmezett. Jól látható volt egyébként, hogy maga Jubril Reagan volt az, aki vissza tudta magát fogni, ezer minden idegszálával a játékra koncentrál, és most jól láthatóan nagyon-nagyon ott van minden egyes fehérvári játékos, de hát ott is kell lennie, hiszen nincs lefutott, nem az, hogy mérkőzés pillanata sem, egyetlen egy találkozónak sem adott esetben. Igen, de úgy néz ki, hogy mégse annyira stratégiai pillanat volt az Eagles-tól, bár lehet, hogy az is volt benne, hogy bepróbálkoztak egy ilyen hard indítással.
De az neki mennek ennek a négy és negyediknek. Neki mennek tehát negyedik és négy, viszont hogyha nem jön össze, akkor ugyanonnan folytathatja a Fehérvár Entronez, ahol az Eagles most van. És blitz jön, rövid passz, és sikeres passz. Sajnos sikeres passz az Eagles szemére, nagyon megdolgoztak ezért. Nagy Nándor hozta ki ebből a helyzetből csapatát, Mészáros pedig a földön. Igen, a 14-es valamit kifogásul, nem pontosan láttam, hogy mi is történt ott a pályán, de gondolom egy kicsit nem tetszett neki a bírónak a döntése. De az Eagles jön első és 10, egy sikeres passz után. Igen, ilyen helyzetben az Entronez védelme nem végezte el a munkáját, egy kicsit távolabbra követték a támadó egységet. És megint egy futójáték az Eagles-tól. Weiss Miklós próbálja meg előre nyújtani, és ez sikeres is, bőven megvan a first down. És bent tudták tartani. Bent tudták tartani. Viszont nem látom, hogy menne az óra, de most már megy az óra, igen, csak egyébként a rendkedvér mondjuk el, hogy az egy velünk szemben lévő villanypózna éppen a legrosszabb helyen van, pont nem lehet látni, hogy adott esetben hány másodperc van. És megnéz futó, és lent van a földön. Lehet látni, hogy most már kapkod az Eagles. No huddle, azaz a vonalról indítsák a játékot. Itt az irányító elmondja a parancsokat, mit szeretne látni, azaz az edzőnek az irányítása alatt persze, de itt most már nem vesztegetnek időt a harollal. És még egy futójáték, Remi Szeprő, remeken érkezett! Azt a mindenségét neki az utolsó pillanatban tudta összekaparni Nagy Nándor. Weiss Miklós elejtette, és Nagy Nándor szerintem tényleg az utolsó pillanatban tudta ezt megkaparintani. És ahogy te is említetted, hogy valóban most már rohannia kell az Eaglesnek, hiszen itt most már ellenük dolgozik az idő, magyarán nincs mire várniuk. És remekül érkezett egy blitzen. Szerintem az ő karja volt, ami kilendítette azt a labdát. Egy kézzel sikerült neki csak éppen benyúlni oda és kilendíteni azt a labdát. És ezek kellenek az Entronez-nek. Bőven zavarba hozható az Eaglesnek a támadósora. Passz játék jön első és 10. Hosszú passz! Újra hosszú indítás, ott nagyon kell a szerelés! És szép! És meg is van, gyönyörű szerelés! Pap Dániel megint ott van, mint mindig, most is a lehető legjobbkor érkezett. Gyakorlatilag a semmiből oda piszkált, oda pöckölt. Hihetetlen szerelés volt. Igen, ezek is egy kicsi frusztrációt tud okozni az Eaglesnek. Altatnak a futásra, és amikor neki mennek az első és 10, és direkt mentek ennek neki az első és 10, mert itt még van lehetőség korrigálni, de amikor ez a hosszú nem jön be neked, és altattál, és észreveszed, hogy a defense nem aludt el, ez rendkívül frusztráló lehet nekik. És megint egy passzjáték. Második kísérlet. Hosszú passz megint. Oswald Ádám, az akár... És Interception! Csodálatos interception volt! Egy veterán játékostól 8 év munka van mögötte az Entronez-nél. Megérte az a bizonyos 8 év, csodálatos volt, hogy sikerült lekapni. És itt most megint csak lélektani pillanatban egy új fejezete lehet majd a mérkőzésnek, hiszen ezután az interception után azt gondolom, hogy kézben tarthatja maximálisan a játékot a Fehérvár Entronez együttese. Csodálatos volt, hogy sikerült elkapni a levegőben. Jobban nem is lehetett volna ez a védőjátékos pozícionálni magát. Felugrott a magas pontra, azt a labdát ott kell letámadni. Letámadta azt a labdát, és a magas pontán próbálta leszedni. Tökéletes. És egy rossz... És ez élő labda, tudja vinni tovább, meg lehet az újabb hatot, és hát nem fogják megállítani. A győzelem kapujába viheti az Entronez, megvan, meg kell lennie, és megvan! Touchdown! Antonio Ruel a harmadik touchdownját viszi be a mai mérkőzésen. Hát itt most fölrobban a komplet first field, kedves nézők. Picit ott marad Antonio, de lábon van. Igen, szerintem csak egy... Nem baj, kemény fiú, bírja. Pihent egyet. Hát azt gondolom, a harmadik touchdown után már megengedhet magának egy kis pihenőt Antonio Ruel.
Márkus Péter, a Fehérvár Entronőrs elnök, és odarohan, és mutatja, hogy ünnepeljék Antonio Ruén. Hát egyszerűen, amit ez a fiú csinál ma, az egyszerűen parádé. Hát és hergeli a nézőket, hát ahogy kell. Ez az igazi amerikai futball, kedves nézők. Ez minden fájdalomra gyógyír. És nem esett kétségbe, amikor kiesett a kezéből a labda, vitte tovább, időközben Zács Györgynek újra jó volt az egypontos kísérlete, már a negyedik a találkozón, 34-20. A higgadság, pontosan tudta, hogy az a passz Marktól, Erős Marktól mögötte volt, azaz élő volt a labda, ott tudta, hogy nem tudja elengedni a labdát, vissza kell menni, felszedni és menni előre. Akkor még talán nem tudta, hogy ebből touchdown lesz, de a koncentráció mindenképpen a tapasztalatot mutatja ebben a játékosban, és reméljük, hogy ez át tudja adni a többi Entronel játékosnak, ez hihetetlen volt ez a látvány, nagyon szép megoldás. Viszont Mário, ismételten lélektanilag fontos pillanathoz érkeztünk, 34-20, vagyis két touchdownnyi előnyben van az Entronels. Igen, itt még nem írnám le az Eagles-t. Rendkívül kemény csapatról van szó, ők mindent meg fognak tenni, hogy ne ez legyen a végső eredmény. Az Entronersnek nem szabad itt most leengedni és azt hinni, hogy ez egy nyert meccs. És biztos, hogy Pál Tibor is ezt fogja nekik említeni a pálya szélén, hogy itt még kell jönni, még többet kell letenni a pályára, hogy ez sikeres nap vége legyen. És megint jön a 14-es, fel tud szabadulni. Mészáros Márton, de most viszonylag hamar sikerült őt lekapcsolni, ez pedig mindenképpen azért nagy pozitívum. Sándor Mátyás, aki időben le tudta őt kapcsolni, és akkor most megint vigyázó szemünket a védelemre vessük. Összességében az viszont mindenképpen elmondható, és óriási pozitívum, hogy a meccs egészét nézve, én azt gondolom, hogy kézben tartja az Entronels a meccset. Igen, kézben tartja, és szerintem a nézők nagy szerencsére rendkívül jó mérkőzést választottak, hogy kijöjjenek. Mind a két oldalról nagyon szép futballt látunk. Igazi férfias küzdelem, kemény belemenésekkel. Passzjáték jön. Hosszú passz megint. És elkapás. Aztán minden segít. Mészáros Márton most viszont klasszisokat idéző mozdulattal tudta lekapni a levegőből a labdát. És zászló van a pályán, reméljük, hogy ezt visszahozzák már, mint az Entronels garda, reménykedni fog, hogy ezt visszahozzák. Ez nagyon hosszú passz volt, nagyon magas. Itt azt kell mondjam, a védőegység egy kicsit hibázott. A cornerbackek itt ezt nem szabad engedni, hogy ezt elkapja. Bármennyire tehetséges elkapóról van szó, három védőjátékos vette körül, neki nem szabad lejönnie a labdával. És hát úgy néz ki, hogy a bírók egy párszor tévednek, egy kicsit gyorsan rántják ki azt a sárga zászlót. És az igaz jöhet, első és 10. Ha minden igaz, akkor 35 yardos vonalról, hogyha jól lát. Vagy 25 yardos, bocsánat. Itt most a védelemnek nagy munkája lesz, hogy ezt leállítsák, ezt a menetelést. Megint passz jön, és biztonsági dobás volt most Osvald Ádámtól, hiszen érezte, hogy érkeznek már a fehérvári hátvédek az elkapójára. Jó döntés volt a részéről szerintem, hogy ezt most kidobta. És lehet látni, hogy az Eagles most már átváltott passzra. Hagyják a futást, 8 perc van vissza, 2 touchdown állnak hátrányba. Visszamentek most érdekes módon a huddle-ba, úgy néz ki, hogy a futójátékokat el tudják intítani huddle nélkül, de a passzjátékokra van szükség a megbeszélésre. Kérdés azonban leszámítva az előbbi Mészáros féle elkapást, hogy ami és nem futás, az erős... futás megint, felváltottak. Legoza Viktor vitte végül is földre az ellenfél játékosát, szóval amit elkezdtem mondani az előbb, hogy kérdés az is, én azt gondolom, hogy... Leszámítva persze azt az előbbi fantasztikus elkapását Mészáros Mártonnak, de ami nem az erőssége kifejezetten az Eaglesnek, vagyis a passzjáték, hogy mennyire szolgálja az őket, hogyha most, amikor az idő ellenük dolgozik, akkor kell ezt bevetniük. Hiszen nem biztos, hogy a kapkodás az ő javukra viszi majd a mérkőzést. Ez jogos. Úgy néz ki, hogy a 14-es játékosa elég összegyakorolt az irányítójuk.
elég egy újabb passzjátékos volt, és ott nagyon üresen van, sajnos azt a mindenit, mekkora hiba volt ez elkapási hiba. És egy zászló is berepült, kíváncsian várom, hogy itt mi lesz a hívás. Igen, úgy néz ki, hogy a passzjáték nagyon egyoldalú az Eagles-nek, csak egy játékosra játszanak, nincs túl sok fegyverük a passz oldalán, így olvashatóvé válik, és a kapkodásban igenis nem fog ez annyira könnyen jönni nekik, mint a futás. A futásban lehet látni, hogy rettentően magabiztosak a futásban. És ami viszont egy picit negatívum, hogy az előbb ugye Antonio Ruent kellett lecserélni, őt ugye ápolták is, és most Berek Richard másodjára megpróbált visszamenni, de ez sajnos nem jött össze neki, hiszen újra megsérült, Horváth György állt be a helyére, akkor, amikor szűk 8 perc van hátra a találkozóból. Hát igen, itt sok jég fog fogyni a mai este folyamán a fiúknál, mind a két oldalon úgy gondolom, kemény mérkőzés eddig. A hideg zuhanya és a rengeteg jég fog segíteni. De büntetés volt az Eaglesnek, így egy kicsit hátrából fognak indulni. 3. és 19, itt biztosan passzjáték fog jönni. Az Entronos védelme egy kicsit hátrább fog ilyenkor állni. Hogy le tudják olvasni a passzjátékot. Kivédeni a nagyon hosszú paszt. Itt most bármit fognak engedni az első 10 yardig. Lehet is látni, hogy a cornerback-ek nagyjából 7 yardnál állnak. Visszatérve egyébként arra, amit említett, egy nagyon sok jég fog folyni. Hát én azt gondolom, hogy a világ összes tépje, illetve leokoplasztját most elcserélnék egy győzelemért a Fair Valent Runners játékosai. Magyarán, hogyha ezt a meccset megnyerik, az azt gondolom, hogy minden kárpotolja őket, hiszen egy jó jel lehet a következő bajnokira. És rendkívül jó megoldás! Nem engedik a paszt! Így kell érkezni egy safety-nek, így kell érkezni egy safety-nek. Glavocsevic Alex volt az, aki remekül le tudta szedni, a levegőből el tudta piszkálni a labdát. Igen, Alexnek is már tizenvalahány év múltja van az amerikai futballal, lehet látni az olvasási képességeit, pontosan tudta, hol van az elkapó, tudta, hogy hova jön az a labda, és érkezett sebességgel. Egyébként, ha már Glavocsevic Alex, ugye ő korábban Baján, illetve a Sexard Bad Bones együttesében játszott, az ellen a Sex, abban a Sexard Bad Bonesban, aki ellen egyébként a múlt hétvégén Sexardon egy edzőmérkőzést is játszott az Entroners, és hát meg is látszanak ezek a kemény edzőmeccsek a csapaton, hiszen és nagyon összeszedett, és nem jó. 4. és 19, innen jön az Entroners, hatalmas védelemmunka ez, hatalmas védelemmunka. Egy ekkora passz után így visszaállni, koncentrálni és leállítani, hihetetlen koncentráció. És megint csak kiemelném a defensív kapitányt, mert biztosan tudom, nem vagyok ott a pályán, és nem hallom, hogy mit mond, de 99-es Mark rendkívül nyugodt játékos. Volt itt már ezerszer, érzi, hogy mit kell ilyenkor mondani a többi játékosoknak, és irányítja őket. Lehet érezni innen, hogy a nyugalmat, amit sugároz ez a védelem. Igazi bástyája az együttesnek Lekrinszky Mark, aki a maribori edzőtáborban többször is hangsúlyozta, illetve azt követően is, hogy nagyon várja már az itteni fehérvári pályafutását, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez az együttes a divízió 1-nek a döntőjébe kerülhessen. És valóban ezek nem csak üres szavak, hanem igazi tettek a részéről, és tényleg egy igazi húzó embere már most az együttesnek. Nem véletlen, hogy ő lett szinte azonnal a védekező egységnek a kapitánya. És most jön az a pillanat, amit szerintem Erős Márk az interjúban említett, hogy amikor az irányítóhoz néznek, és azt mondják, hogy vezessé minket be az endzomba. Itt jön az Erős Márknak a higgadsága, a tehetsége, és hát az edzőknek a play hívása, hogy tudunk-e előre menetelni. Most Antonio pihentett, úgy néz ki, hogy a mai napra talán őt már véglegesen pihentedik. Igen. Nem biztos, hogy megkockáztatnak, esetleg egy komolyabb sérülést, eleget kapott ő ma. És szerencsére az Entronersnél van egy pár olyan fegyver, aki tudja végezni a munkát. Szakácsi Ákos pedig eddig azt gondolom kiválóan pótolja nagy nevű társát, Antonio Ruent, hiszen most ő is megszolgálta. És ha már ugye eddig azt mondtuk, hogy az időmenedzselés, akkor viszont az most mindenképpen eljött, hogy most már előjöhetnek azok, hogy többet futhat adott esetben az Entroners is. És az Entronersnek van egy nagyon erős oldalja, azok a rövid passzok bent a pálya közepére, ezek is fogják vinni őket előre. Kis yardok, előre menetelés, ez mind szolgálni fogja a céljukat ebben a
drive-ban. Ahogy a mondás is tartja, sok kicsi sokra megy, most viszont egy hosszabb indítás, az akár jó is. Csak a pass! Csodálatos! Csak a pass, és beveszi! Meg van az újabb touchdown! Meg lesz az újabb touchdown! Hát ez valami elképesztő, cserege a javából, Tóth Nándor! És az Eagles nem tud hozzászólni ehhez a játékhoz. Amit mondtam, hogy a negyedik negyed fogja elválasztani a fiúkat a férfiaktól. Azt kell mondanom, hogy a pályaszélén kék mezbe férfiak állnak jelen pillanat, és nem hagyják, hogy befolyásolják őket. Külső tényező, se bíró döntés, se a másik csapat, játsszák a játékukat. Hibátlan, hibátlan. És ez az igazi karakter, amit most bemutatott Erős Márk. Mi itt ugye beszélünk a közvetítő állásban, hogy így a nyugalmi játék, meg úgy a nyugalmi játék, hogy hogyan lehet kivárással játszani. Frászkarikát, Erős már gondolt egyet, na gyerekek, ott, ahol kell vérnek lennie, ott bizony volt, és meg is lett. A touchdown majd azt követően a jutalompont is Zász Györgytől, akinek az első rossz kísérlete után, zsinórban már az ötödik jó jutalomrúgása. És most már lehet nézni az Entronőrznek a testbeszédét. Ők most élvezik az amerikai futballt. Erről szól, előre tenni a labdát, nagy játékokat elővenni a zsebből. Amikor kell dolgozni kis futójátékokkal, akkor megtesszük. De amikor meg kell, akkor Erős Mark erőjön egy ilyen passzal, hihetetlen. Nagyon nagy látvány. Nomen Stoman, vagyis a név kötelez, Erős Mark. Valóban egy erős teljesítményt tesz le itt az asztalra. És nem tudom, hogy ugye említettük a teljesedetben, hogy éltél az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy ott ismerik-e azt az angol mondást, vagy azt az angol versikét, ami úgy kezdődik, hogy ugye hogy be kell jól verni a patkószeget. Itt ebben a csapatban most azt gondolom, minden egyes játékosa kiválóan beveri a Fehérvár Entronels együttesében a saját maga patkószegét, vagyis senki nem akar többet játszani annál, mint amit tud, és mindenki többet teljesít annál. Pontosan, mint ami a kötelező. Pontosan, itt nem elégedtek meg az eredményeit. Lehet látni, hogy ők nem gondolják, hogy ez egy lejátszott meccs. 41-20-nál még mindig küzdenek ez az Entronas csapat, és rendkívül. Csak visszatérve arra a passzra, Erős Mark egy rendkívül szép passzot adott, de a 82-es meg egy hihetetlen elkapás. Hiszen ne felejtsük el, hogy Tóth Nándoron folyamatosan ott lógott a saját maga védője, illetve az is kiemelendő, hogy volt egy olyan pillanat, innen legalábbis föntről úgy látszott, hogy majdnem, tehát elbotott, sikerült volna szerelni. És nem, és tovább tudta vinni, és bevitte. És Tóth Nándorra ránézve, szerintem még alig borotválkozik a fiatalember, de egy férfias megoldást tett le itt a pályára, hihetetlen nyugalommal. És az egész mérkőzésben nem kapott sok passzot, nem volt nagy siker, de amikor kell, előjön így ilyennel. Ő is úgy van, azt gondolom, mint én, elég annyi szőr, amennyi az embernek a haján rajta van. Nem ezen múlik a férfiasság, magyarán. Rendkívül nagyot játszik az Entroners. 21 pontos különbség van a két együttes között. Csak a rendkedvéért ugye az elmúlt évben, amikor ugye 35-13-ra kikapott az Entroners a divízió 2-es bajnokság döntőjében. És ki az irányító, csúszik. Ez egy érdekes mozdulat, aki még nem követte az amerikai futballt, ezt a mozdulat talán egy kicsit furcsa lehet, hogy hát miért nem ütötték meg a fiatalembert. Pontosan azért, mert ezzel a mozdulattal jelzi, hogy ő nem szándékozik tovább menni. Ő szépen be akar csúszni, megelégedik ebből a yarddal, és ilyenkor nem is szabad még ütközni vele, amikor így lábbal előre csúszik. És most a következő 6 percben fog egy nagyon komoly üzenetet küldeni az Entronels, hogy milyen fajta csapat. Magyarán, hogy az utolsó pillanatig küzdenek és kihozzák a maximumot. Pontosan. A játékból. És én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés, hiszen azért az is kiemelendő, hogy sokan úgy tartják, hogy az Entronels egy picit egy úgynevezett fekete ló ebben a Divízió 1-es bajnokságban, hiszen nem ismerik. De ez mindenképpen egy komoly demonstratív üzeneti jellegű értékkel is bírhat. Igen, újonc csapat a Divízió 1-be, és azt gondolom, hogy az edzőik is most a vonalon azt súgják nekik, hogy most már üzenetről van szó. Meg kell érkezni egy ilyen bajnokságba, üzenetet kell küldeni a többi csapatnak is, hogy nem szabad minket könnyűre venni. Végig fogják küzdeni. Bizonyára az amerikai futball szerető kedves nézőink is közül is sokan olvasták. És gyönyörű! Csodálatos Jibré régen! Hány óra is van most? 3:46. Megjött a 3:46-os gyors. Neve Jibré régen. Igen, szerintem egész nyugodtan a Marka gőzmozdony a
Akkor Gibré az Express, nem igaz? Igen, szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a Jabari az Express vonat ebben az esetben. Hihetetlenül gyors sebességgel zárkozik a támadó játékosokra. Néhányszor azt gondolna az ember, hogy kiveszi magát a játékból ilyen széles érkezésről, csak sajnos nem tudják bemérni a gyorsaságát, rendkívül gyors. És ezzel a test tömeggel, amikor megérkezik avval a sebességgel, valami félelmetes fájdalmat tud okozni. Illetve azért az is kiemelendő, hogy egy olyan testalkattal rendelkezik, ami mindenképpen tekintélyt parancsoló. És megint egy sérülés. Úgy néz ki, hogy egy váratlan blokk talán okozott neki némi gondot. Ilyenkor rendkívül nagy sebességgel érkeznek a rúgó csapatból, és úgynevezett blindside blokk, egy olyan oldalról, ahol nem várod, nem látod, hogy honnan érkezik a blokkoló. Vagyis a holtérből. Holtérből, igen. Nagyon nagy fájdalmat tud okozni. A test teljes lazaságban van, miközben sprintel. És egy ilyen ellenütés, ez rendkívül fájdalmas tud lenni. Teljes mértékben egyet tudok érezni a játékossal most a pályán. És azért ne kiabáljunk el még semmit ezen a mérkőzésen, hiszen tudjuk azt, hogy bármikor történhet egy adott fordulat, de mondjuk azért nagyjából is egészében azért kijelenthető, hogy a leendő vereségnél talán az még jobban főhet amiatt a feje Buda Gábornak, a Budapesti Eagles vezető edzőjének, hogy ha és amennyiben jól számoltam, akkor alsó hangon az ötödik játékosát kell hasonló körülmények között levinni. Igen, ez mindenképpen szerencsétlen egy a szezon kezdetével. Reméljük, hogy egyik sérülés se komoly, de amennyiben komoly sérülésekkel küzd az igazi játékosok, ezek lehet, hogy pecsétet tud nyomni a szezonra is. Nem fognak tudni felzárkózni egy pár mérkőzésen, bár mérkőzések közt is van elég nagy pihenő idő. Reméljük, hogy ilyen nem fog neki fájni a feje remélhetőleg, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Szűk 5 perc van hátra, nem csak a negyedik negyedből, de a találkozóból is, amikor a Fair Valent Runners 41-20-ra vezet. 21 pontos előnyben van. És úgy néz ki, hogy az Antonio a sideline-on lehet látni, hogy most már sétálgat, nem fájlalja a lábát. Szerintem itt most már csak arról van szó, hogy 41-20-nál a kezdőfutónkat nem fogjuk terhelni 3 TD után. Pihenjen, élvezze a mérkőzést. És valóban itt már fölösleges kockázatot egyáltalán nem kell vállalni, hiszen ahogy te is mondtad, egy esetleges sérülés rányomhatja a bélyegét a bajnokságnak. A később is szakaszára... Tóth Nándor megindul, és ez zászló. Sárga zászló időközben a pályán, és ez egy gyönyörű szerelés volt, ez mondjuk ki nyugodtan. Ez block in the back lesz, ez jön vissza, sajnos nagyon szép megoldás, és ilyenkor nagyon utálod, amikor szép megoldást csináltál, és valamelyik csapattársad egy kicsit hibázott, de szerintem nem fog túlságosan haragodni, azaz a 41-20 jó kis vigasz. 10 yardos büntetést szabott ki tehát a játékvezető a Fejérvár Entronersre. Igen, itt azért a fegyelemnek nem szabad, hogy elszálljon, itt azért be kell zárni ezt a mérkőzést, végig kell játszani. A jó jel, hogy Antonio tudott a padon ülni, és vannak játékosok helyette. A csapatnak a mélységére is beszél ez. Vannak játékosok, akik be tudnak állni és elvégezni a munkát. Igen, az is nagyon fontos lehet majd a hosszú menetelésben, hogy mennyire sikerül majd rotálni adott esetben a keretnek a tagjait, és egy-egy találkozón belül is mennyire lehet majd forgatni a csapatot. Itt most azt gondolom, hogy minden feltétel adott, és tényleg egy olyan kerettel dolgozhat most együtt az Entroners, ami sokra predesztinálja az alakulatot. És kifutott az idő erős Márk. Úgy néz ki, hogy még szoknia kell ezt az időórát, ami előtte van. Ez az eszköz még nem begyakorolt Magyarországon, még nem veszi fel a figyelmét annyira a Márknak, hogy ketyeg az óra. Egy kérdés viszont ezzel kapcsolatban, hiszen hogy ugye te is kiemelted, nem csak hogy itt Magyarországon, de még Európában is hát eléggé kevés helyen van ilyen visszaszámláló időóra. Hogy adott esetben akkor miért nem figyelt rá jobban? Hiszen ugye adott esetben, hogyha nem lenne, akkor még nehezebb dolga lenne, de itt csak föl kellett volna néznie. Futballjátékosok szokásaikról híresek, betanulják, amit betanulnak, és ragaszkodnak hozzá. Szinte reflexből játszanak.
A Marknak még el fog telni egy pár játék, mire figyel arra az órára, és tudja menedzselni úgy az időt. Ez egy hosszú folyamat, bár rendkívül jó irányító a Mark, mindegyik irányító bele tud abba esni, hogy egy kicsit elmegy a figyelme. Reméljük, hogy ezen a téren tudna a csapat javítani, mert ezek az 5 yardok, nem indított el időben játékok, nagyon idegesítők tudnak lenni egy szoros mérkőzésen. Szerencsére ez a mai nem ilyen 41-20 az Entronersnek, és újra próbálkozhat erős Márk, aki most megfutja. Egy picit ki kell facsarnia magát, és sikerül az elkapás. Decki Dániel első elkapása a mérkőzésen, de lélektani szempontból ez most a legjobbkor jött, akkor, amikor 3 perc 20 van hátra. És még egy zászló a pályán. Úgy néz ki, hogy... És ez az Entron, ezek a javára van. Kicsit keménykedtek az irányítóval. Egészen pontosan, ahogy már többször is kiemeltük a közvetítés folyamán, egy defense pass interference láthattunk, vagyis olyan típusú szabálytalanság, amikor az elkapó játékost már a labda elkapása előtt meggyötrik, illetve szabálytalankodnak vele. Úgyhogy ebből láttunk most egy iskola példát. Ez 15 yardjába került. És itt az lehet újabb touchdown az Antonon, úgy gondolom. Erős kibújik a zsákból, belemegy a legkeményebb, úgy de nagyot kapott nyakra szegény. És még egy játékos lent marad az Antonon, ez és fent van. Itt gondolom ez csak egy kisebb ütközés. Nagy Robertet kell lecserélni, aki dühében még oda is vágott egyet a földre. Hát Igor, rendkívül nem tudunk haragadni a földre. Az egyetlen egy dolog, amit ilyenkor tudunk ütni a haragban, de reméljük, hogy nincs nagy baj. De menetel tovább az Entron, az érdekes, és ezt reméltem tőlük, hogy nem állnak le. Végig támadnak, végig védenek. Hosszú passz jön passz megint. Hosszú passz ismételten Tóth Nándornak. Állja minden segít neki, ahogy a mondást tartja, amerikai futballberkeken belül egy picit meleg volt a labda. Igen, ezt nem tudta úgy kinyújtani a kezét, egy kicsit a külső vállára érkezett, és úgy is néz ki, hogy egy kicsit elfáradt ebbe a sprintbe. Le is cseréli magát. Külső vállára ez rendkívül nehéz passz megoldás. A Marktól nagyon jó érkezett ez a passz, ezt pontosan így kell kidobni, a külső vállára dobjuk. Az elkapónak egy kicsit nehezebb feladatja van ilyenkor, azaz az egész felső testét ki kell csavarni a másik irányba, ahonnan befele néztél futás közben, de csak egy picin múlott neki. Erős újabb próbálkozás, a 3. és 6. Ez pedig nem jó. Következik egy punt. Igen, itt próbálkozott az Entron, ez még egy kis passzjáték, úgy gondolom, hogy ez félre sikerült ez a passzhívás, nem jó beszélték meg, hogy melyik elkapó lesz hol, így a Mark odadobta, ahova gondolta, hogy az elkapó lesz. Ahogy mondtam, a reflex. Ilyenkor már csak ez van. És amit az első fél időben említettem, hogy ahogy haladunk az idővel, több és több elkapó fog kapni labdát, és ezt is láttuk, ahogy egy kicsit felszabadult az Entroners, nem volt olyan nagy a szorítás rajtuk, akkor már egy kicsit lazábban tudtak játszani. A Mark is többet tudott látni a pályából, és így más elkapókat is meg tudott találni. Hát ilyenkor most nem tudtak felállni az Entroners, sajnos időt kellett hívni, 2 perc. Fölött vagyunk. De még pont az utolsó pillanatban sikerült kikérni az időt, mert ugye a rendelkezésre erről időkeret már letelt, pontosan 1 másodperccel előtte kérte ki az idejét az Entron összegyűjtése. És egyébként azért is érdekes ez a demonstratív jellegű győzelem, amit most már nagyjából is egész évben ki lehet jelenteni, hiszen bizonyára nagyon sok amerikai futball kedvelő nézünk olvasta az endzone.hu-nak a beharangozóját. Amikor is ugye közben Mário, önök ugye nem láthatják, én csak ugye mondom, hogy bólogat mellettem, így ő is olvasta, hogy minthogyha előre felosztották volna már az erőviszonyokat a divízió 1-ben, gondolok itt például a miskolci, illetve a debreceni alakulatra. Ők maguk kijelentették, hogy Miskolc-Debrecen döntőt várnak,
de hát emberfia legyen a talpán, aki egy ilyen találkozó után kimeri ezt jelenteni. Vagyis tényleg lehet beszélni, lehet papolni adott esetben az előzetes erőviszonyokról, de minden a pályán dől el. Így igaz, és egy nagyon szép rugás, és még pattan hátra, és a 15-nél ez nagyon szépen betette. Itt nagyon kell vigyázni, hogy ne legyen túl hosszú ez a rugás. Itt éppen, hogy csak bele kell szorítani azt a csapatot, szerintem itt tökéletesen elvégezte a Panther a feladatját. És igen, ahogy beszélted, nem szabad felosztani semmiféle döntőt a szezon előtt. Önbizalomnak lehet a helye amerikai futballban, sőt, kell is rendkívül sok önbizalom. De az a csapat, vagy az a edző, aki úgy gondolja, hogy ott lesz a döntőbe, nagyon nagyot tud csalódni, amikor kijön a pályára, és nem sikerül, nem jön össze, nem az történik, amit akart. Ilyenkor kell hagyni a játékosokat, hogy döntsék el, hogy ki lesz az abba a döntőbe. Egy szezont lejátszani, és meglátjuk, hogy ki az utolsó, aki áll. És megint egy passz jön az Eagles-től, rövid passz. Az óra fut. Azért az Eagles becsületére legyen mondva, hogy ők is, attól függetlenül, hogy vereségre állnak, de mindent kiadnak magukból, tehát nem érheti szó a ház elét. 21 pontos hátrányban is a lehető legjobb eredményre törekszenek, és ők is a maguk módján kiszolgálják a közönséget. Igen, ezt is említőnek méltó. Szerintem egyik játékos se adta fel az Eagles oldalán. Mennek, ugyanúgy a passzok kijönnek, ahogy tudnak, az elkapók koncentrálnak. Sajnos a mai napon úgy néz ki, hogy egy kicsit kevés volt ez. És Remiszep megint csak egy szép játéka, majdnem egy interception szerzett. Nagyon szép lett volna, nagyon szeretem volna ezt látni, ha visszahordja. De az Eagles nagyon. Egy kicsit lelassultak, azt lehet látni, de mindenképpen nem adták fel ezt a meccset. Még bennük van, hogy itt még van dolguk, amíg az óra megy. Ha egy embert ki kellene emelned a Fehérvár Entronos keretéből, akkor ki lenne a te MVP-d a mai mérkőzésen? Nehéz. Tudom, pont azért kérdezem. Én annak a hívő, hogy nincsen egy ember a pályán, aki elvége kiemelkedik. Mondhatnám Antonio, de ő is csak azért tudja a munkáját végezni, mert voltak szép elkapások, a fal emberek ott voltak. Én azt mondanám, hogy az egész Antonio ez úgy, ahogy volt a mai napon, oda tette magát. Én nem tudok kiválasztani játékost, lehetetlen számomra. Hiszen, mint tudjuk, minden egyes győzelmet a csapat egészen nyert. És azt gondolom, hogy borzasztóan nagy csodának kellene ahhoz most már megtörténnie, hogy 21 pontos előnyt elherdáljon az Entroners együttese, amely, mint mondottam, én úgy gondolom az egész mérkőzést a kezében tartja, és jó példa erre az előbbi remek védekezés is Pap Dániellal az élen. És most már vissza fog állni a defense, egy kicsit hátrábra, látjuk a safety is szépen hátra menetel. Becsalogatják őket a hosszabb passzokra? Nem, itt ilyenkor csak a nagyon nagy passzokat akarják elkerülni. És erős, kemény szerelés, úgy ahogy kell, bent marad a pályán, zászló van. És az Entronersben az a félelmetes, azt kell mondjam. Azt kell mondjam, az Entronersben az a félelmetes, hogy innen még csak jobbak lesznek. Nyilván mindegyik csapat fog javulni, ahogy a szezon halad, tanulnak, alakítják a hibákat. De ha ez az együttes így nyitja a szezont, és egészséges tud maradni, akkor elég félelmetes menetelés lesz itt a Divízió 1 bajnokságban, azt kell mondjam. Egyre viszont mindenképpen oda kell figyelni, hogy ez a harci kedv, ami most így az idén nyitón jellemezte a csapatot, ez megmaradjon az elkövetkezendő találkozókon is. Hiszen nekem legalábbis azért nagyon beszédes és jó példa volt arra, és jó tanulságú szolgált ez a mai találkozó, hogy abban a pillanatban, ahogy egy picit könnyelműbben veszi egy csapat a küzdelmet, akkor a másik azonnal büntet. Igen, éhesnek kell maradni, hogy biztos a szezonnak az egész. És egy hosszú erős passz, feladja, és megvan az újabb touchdown! Kiváló lezárása lehet ez a mérkőzésnek, Tóth Nándor. Csodálatos touchdown, és egy újabb remek irányítói teljesítmény Erős Márktól. Kiválóan föladta
a cornerback és a safety lemaradt. Aki nincs itt ma, és közvetítésről nézi ezt a meccset, élvezi. De az, ami most itt a stadionban van, az ami hihetetlen. Én szerintem még egy pár ember beférne, de mindenképpen azt mondom, hogy aki bírja, megteheti, az jöjjön egy ilyen trónrezmásra, mert hihetetlenül jól játszanak a fiúk. Ha már egyébként a felhívást említetted, a következő meccsekre időközben Zács Györgynek a rúgása is jó volt. A következő találkozóját majd április 16-án a Miskolc Renegades ellen játsza le a Fehérvár Rentroners itt a First Fielden. Úgyhogy érdemes lesz mindenképpen oda is kijönni. De tényleg valóban abban igazad van, tehát bizonyára élvezetes nézni a közvetítést is, pláne ilyen szakavató, szakkommentátor társaságában, mint amilyen te vagy. De az tényleg valami hihetetlen, ami itt van a nézőtéren. Tehát kellemes vasárnap délután tudnak eltölteni gyakorlatilag családostul az emberek, és tényleg kiváló hangulatban. És egy remek sportot tudnak megfigyelni vasárnaponként az emberek. Hihetetlenül elszánt játékosokkal egymásért küzdenek végig. És nem győzöm hangsúlyozni, kedves nézőink, hogy azon a bizonyos Divízió 2-es bajnoki döntőn 35-13 volt az Eaglesnek. Kevesebb, mint egy év elteltével, azt mondom, hogy bő fél évvel később 48-20. Nem az Eaglesnek, hanem az Entronersnek. Így van, és most már a második rugó van bent. Ilyenkor van az az idő, amikor a tapasztalatlanabb játékosok is tudnak kapni játékidőt, ami fantasztikus tanuló idő tud lenni, bár csak egy perc, bár csak kettő perc, de egy éles játékban, éles gyorsaságban bemenni és érezni, hogy mi az az amerikai futball. Sok játékosnak az első évét töltik a csapatnál, és belőlük lesz a jövő játékosok, akik fogják az időnek a 90%-át pályán tölteni. Azért is jó az ilyen nagy győzelem, mert ad lehetőséget a fiatalabb, kevésbé tapasztalt játékosoknak is bizonyítani, hát ha a következő sztárjátékos közöttük van. És ha már az új arcokat említetted, akkor érdekességképpen mondjuk el, hogy az Entronas rúgójátékosa az előbb Somogyi Krisztián volt, aki egyébként, nem tudom, hogy mennyien tudják róla, lehet, hogy kevesen, de amúgy annak a Fuld zenekarnak a dobosa, aki az Entronersnek a himnuszát is szerezte, úgyhogy nem csak a zenei tudását tudta megcsillantani Soma, ahogy a csapattársai szokták becézni az Entroners 15-ös számú játékosát. Egy perc, szűk egy perc van hátra a találkozóból, és 48-20-ra vezet Fehérvár Entronners együttese. Egy olyan mérkőzésen, ami azt gondolom, hogy méltó a csapathoz, és méltó ahhoz a versengéshez, ami vár majd a fiúkra a Divízió 1-es bajnokság hátralévő küzdelmeiben, amely ne feledjék majd a következő, hát is 16-án itt a First Fielden a Miskolc Renegades ellen. És szerintem most már az Eagles-tól is látjuk, hogy elismerték a vereséget, és futójátékkal próbálják lefutatni az időt. Ez egy jel, ez egy tiszteletbeli jel, hogy minél hamarabb vége. Köszönjük szépen a szereplést, szeretnénk hazamenni. De le a kalappal az Eagles ellen, tényleg egy fantasztikus mérkőzést tettek az Entronos ellen. Rendkívül jó játékosokkal vannak ellátva ők is, és remélem, hogy ők is élvezni fogják ezt a szezont. Ha hasonló időkörülmények között fogják játszani mérkőzéseket, akkor biztos, hogy őket is fogja tapsolni az ő közönségük otthon. Mint ahogy egyébként, hiszen azt gondolom, hogy ez is egy fontos adalék a mérkőzésnek, hogy azért szép számmal érkeztek a fővárosból is, és nagyon sportszerűen, tehát a sajátjaik is megtapsolják az Eagles csapatát. És még egy futójáték. Lesz Miklós ismételten megpróbálja megnyújtani. És talán ezzel le is tud futni az idő, úgy néz ki, hogy a És már pacsiznak, és azt gondolom, hogy ezzel valóban le is futtatják most már az órát. És ebből az a pillanat, kedves nézőink, amikor talpra áll szinte a főtribűn egészen itt a First Fielden, és állva tapsolják, állva méltatják a fehérvári játékosokat.
7 másodperc van hátra, most már nem fognak fölállni, megköszönik a játékot sportszerűen az Eagles játékosok, és ebben a pillanatban véget ér a találkozó, 48-20-ra győz a szezonnyitón a Fehérvár Entroners együttes egy olyan mérkőzésen, ami azt gondolom, hogy mondom, méltó volt a csapathoz, az elmúlt 10 évhez, amit bemutatott a gárda, erős márk örelkezik Márkus Péter elnökkel, ő is hozzátette magáit már, mint erős márk, aki fantasztikus passzokat osztott a meccsen, de gyakorlatilag reggelig lehetne sorolni a névsort, oda-vissza Bakonyvári Patriktól kezdve Lekrinszki Márkon át, Berek Rihárdig. Azt gondolom, mindenki hozzátette magáit, egy csodálatos siker volt. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, Mário, köszönöm szépen neked is a közreműködést, legközelebb pedig már a pályán kívánok neked is sok sikert. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a végeredménnyel búcsúzunk a First Fieldről, Fehérvár Entroners, Budapest Eagles 48-20, a viszonthallásra, Fieldői.